Háború 18. napja van, jó estét kívánok! Ez itt a Hősök Tere Alapítvány rendkívüli szalonja, Orosz Györgyi vagyok. Ma gyáván cserben hagytuk Ukrajnát, de még csak fel sem fogjuk a szégyenünket sem azt, hogy milyen veszélyt jelent, ha engedünk az agresszornak. Ezt a mondatot december 30-án írta le François Thom, Oroszországgal és a Szovjetunióval foglalkozó történész, egyébként a Sorbonne tanára. És ez a mondat így vagy úgy, de aktuális, és talán elkezdjük felfogni, talán, hogy mi az ára, ha engedünk az agresszornak, vagy én most így tudom megfogalmazni, biztos lesznek mások, akik másként tudják ezt megfogalmazni. Minden esetre ma azért vagyunk itt, hogy ezt jobban értsük. Ezekben a szalonokban mi továbbra is arra törekszünk, hogy jobban értsétek azt, hogy mi zajlik körülöttünk és velünk, és ezen keresztül ti jobb döntéseket hozzatok, és hogy ha már meghoztátok a döntést, akkor tegyetek is. Mindenki azt, amit meg tud tenni a maga eszközeivel. És kérlek arra titeket, hogy ezzel a megközelítéssel legyetek itt ma is. Mindjárt elkezdjük a beszélgetést S. Bíró Zoltán történésszel, Oroszország és Szovjetunió szakértővel, valamint Rácz András történész, politológus, biztonságpolitikai szakértővel. Ez a beszélgetés a terveink szerint este 9-ig tart, utána viszont szeretnénk időt szánni arra is, hogy hogyan segítsünk jól a menekülteknek. Mi hiányzik, és ebben mit tehetünk. És tudom, néha nagyon erőszakosan fogalmazom meg ezt, de ez azért van, mert ha valamiről csak beszélgetünk, ha fotelből meggondoljuk és gondolkozunk dolgokról, akkor abból még nincs változás. Csak ha meg is tesszük azt, amit eldöntünk. Úgyhogy arra kérlek, hogy ha bármilyen kritikát megfogalmaztok, ami bőven lehet jogos, gondolkozzatok el azon, hogy ti mit tehetnétek azért, hogy ez valahogyan változzon. Azaz, tegyetek a kritika mellé javaslatokat, olyat, amit ti is megtehettek. És köszönöm, hogyha erre nyitottak vagytok. Úgyhogy akkor kezdjük a beszélgetést. András Zoltán, köszönöm szépen, hogy itt vagytok. András, most már szinte rendszeres vendégünk vagy, és megint, ha nem bánod, arra kérünk, hogy mutass egy aktuális térképet nekünk, hogy hol tart most a háború, és mik azok a pontok, amikre szerinted most nagyon kell figyelnünk. Köszönöm szépen a meghívást, és akkor tulajdonképpen már szokás szerint hozom a jó híreket, hogy megpróbálok megosztani egy térképet, meglátjuk, hogy mi történik. Elvileg láthatok kell a térképet. Látjátok? Látjuk is, igen. Tökéletes. Ugye ugyanannak a consulting cégnek a térképét használjuk, valósan consultingot, mint eddig is, tehát hogy meglegyen a koherencia a különféle térképek között, amiket eddig láttunk. Ugye azt lehet elmondani erről a mostani helyzetről, ugye továbbra is él az a háború ködének nevezett jelenség, hogy teljesen pontos információk az aktuális harcászati helyzetről nyílt forrásból nem nagyon tud lenni. Tehát hogy ezzel együtt kell élni. Egy picikét kullogunk az események után, nagyjából a 24 órát. Ez azt gondolom, hogy így Budapestről nézve olyasmi, amit körülbelül be lehet árazni. Ami változott a legutóbbi beszélgetésünkhöz képest, az ukrán vezérkar most már gyakorlatilag nem közöl információkat arról, hogy itt a keleti fronton, tehát hogy itt Donyeck és Luhanszk megyében ténylegesen mi a helyzet. Ebből az oroszok, szovjet és az elkezd gyanakodni, hogyha nincsenek információk, meg nevek, csak általános lózunk, akkor a helyzet valószínűleg rossz. Most nagyjából, amennyire rekonstruálni lehet, az ukrán erők lényegében elvesztették az ellenőrzést. Donyeck megye teljes területe, és Luhanszk megye jelentős része fölött, most már ugye Harkiv körzetében zajlanak a harcok. Tehát itt a szeparatista erők lassan, fokozatosan, de nagyon-nagyon határozottan nyomulnak előre, szorítják ki az ukrán erőket hátra nyugat felé. Ugye az a stratégiai bekerítés, aminek a veszélye fenyegetett, az egyelőre talán elhárulni látszik, itt az ukrán erők hátrálásának ténylegesen az egyik célja, hogy elkerülhessenek egy olyan jellegű bekerítést, ami egy Harkivtól délre, ugye, mint térképen mutatom, délnyugati irányú orosz csapás, illetőleg Zaporizsiától északra egy észak irányú orosz csapás formában manifesztálódhatna. A valószínű kimenetelnek itt ezen a front szakaszon azt tűnik, hogy az ukrán erők lassan, fokozatosan visszavonulnak, ugye Dnipro városába. Zaporizsiát már nem érik el, tehát Zaporizsia felé már elzárták a menekülési utat. Tehát itt így Dnipro lesz a visszavonulás irány. Itt a dél fölötti ellenőrzés, ukrán ellenőrzés lényegében elveszett. Mariupolról, a mariupoli helyzetről, magyar híradásokban is van információ.
Tehát tényleg egy szarajevói szintű humanitárius válság bontakozik ott ki. A háború gyakorlatilag második napja, vagy harmadik napja volt a körbezárva harcolnak, minden elfogyott mostanra. Tehát se élelmiszer, se gyógyszer, se ivóvíz. Ugye a város polgármester már 2100 polgári halottról beszél, ugye ezek azok, akik megvannak. Azt az épületek alatt még hányan maradtak ott a romok alatt, ezt majd talán a háború után kiderül. És ténylegesen az a helyzet, amit múlt héten is mondtam, nincs arra remény vagy esély, hogy Mariupolt föl lehetne menteni. Tehát itt ez az ostrom, ez vagy a háborút lezáró fegyverszünetig tart, vagy Mariupol pusztulásáig. Harmadik forgatókönyv egyszerűen nincs. Itt a Donyecki körzetben olyasmi történt, amire én hat történészként nem is nagyon emlékszem. Egy Volnovakha nevű, nagyjából 20 ezer fős kisvárost olyan szinten szétlőttek, hogy az ukrán vezetés hivatalosan deklarálta, hogy Volnovakha, mint lakott település megsemmisült. Én egyszer nem emlékszem ilyenre, hogy hat történetből így ez ki lett volna mondva, hogy megsemmisült egy város, Volnovakhával ez történt. Itt a déli front szakaszon az oroszok által szilárdabban tartott területeken, elsősorban Herszonban, Melitopolban, illetve egy Berdyánszban, ez egy kisebb helyen nincs rajta a térképen, az látszik, hogy az oroszok próbálnak hasonló idézvéres népszavazásokat összehozni, megszervezni, mint amilyen idézvéres népszavazásokra hivatkozva elindult ugye a Donyecki és a Luhanszki szeparatizmus is 8 évvel ezelőtt 2014 tavaszán. Mindenhol erős a helyi ellenállás az orosz megszállással szemben, viszont az előző hétvégi állapottól eltérően most már ott vannak az orosz belügyi erők, ott van a Rosgvardia, ott van a rohamrendőrség, és elkezdik megverni, elvinni az embereket, illetve már a második polgármestert rabolják el. Tehát itt ennek láthatóan az a szándéka, vagy az a szándék húzódik meg mögötte, hogy a legitim helyben legitimen megválasztott vezetést, majd előbb-utóbb lecseréljék valamiféle oroszokhoz hű, senki által meg nem választott, de így információs oldalról felépíthető ilyen kvázi demokratikus vezetésé. Tehát itt látszik arra a szándék, hogy ha ezek a kvázi népszavazások létrejönnek, akkor lehetséges, hogy erre hivatkozva Oroszország megpróbálja leválasztani Ukrajnának a déli részét. Ha nekem tippelnem kellene, akkor azt tartom valószínűleg, hogy az Azovi tenger tengerpartja lesz inkább leválasztva, mint sem a Fekete tenger tengerpartja. Herszon az egy kicsit kivétel. Ugye Herszon sorsa azért érdekes, azért Herszon helyezik a legnagyobb hangsúlyt az orosz médiában is egyébként, mert ugye ha ezt a nyilat nézzük, ez a nyíl, ez nagyjából az úgynevezett krími csatorna vonalán megy, aztán följött, hogy is itt valahol jön ki egy Nyeperből, ez a krími csatorna biztosítja a Krím-félsziget vízellátását. Ennek a csatornának a megszerzése ez a háború elején az egyik kiemelt orosz cél volt. Nagyon furcsa lenne, hogyha egy háború utáni rendezésben itt a krími csatorna nem szerepelne. Tehát Moszkva valószínűleg ragaszkodni fog ahhoz, hogy itt a krími csatornán valamilyen módon jöjjön majd a víz. Utolsó néhány dolog itt a déli front szakaszról. Ugye Mikolájv egy hete ostrom alatt van, viszont a korábbi előrejelzések ellentétben úgy tűnik, hogy az orosz erők következő csapás iránya az egyelőre nem Odessa, hanem mert haladnak tovább észak felé, Krivij Rih városa felé. Krivij Rih egyrészt egy iparilag is jelentős település, másrészt annyiban szimbolikus jelentősége is van, hogy Zelenszkij így született. Majd kiderül, hogy ezek az észak irányú orosz csapások, ezek milyen távolságra jutnak. Minden esetre az látszik, hogy az Odesszára nehezedő nyomás legalábbis egyelőre lecsökkenni látszik, ami a szárazföldi harcokat illeti. Majd a légitámadásokra majd visszatérek mindjárt, de előtte egy kicsit nézzük meg a frontvonal többi szakaszát. Ugye Harkiv még mindig nincs körbezárva, tehát nagyon-nagyon-nagyon keményen verekednek Harkiv védői. Ugye azt lehet ott tudni, hogy nagyjából a lakosság 80%-a már eljött. Aki viszont ott van, az kész harcolni, és egyelőre még be tud jutni az utánpótlás, ki tud megjutni, amíg kijutni szándékon a menekülők. Ezzel együtt Harkiv, így, hogy harmadik hete ostrom alatt áll, tehát ott is egészen elképesztő károkat szenvedett a város, és hát tényleg gyakorlatilag folyamatos az ágyulás. És Harkivtől északra az oroszok nagyon nagy mélységben be tudtak törni itt a Gyepernek a balparti ukrán területére. Lassacskán megközelítik Poltavát, és napok, rosszabb esetben órák kérdése, hogy elvágják ténylegesen teljes egészében a Kijev-Poltava országutat is. Tehát az látszik, hogy itt a Dnyeper, tehát balparti Ukrajnát, ugye azért balpart, mert a Dnyeper ugye délfelé folyik, tehát itt a balparti Ukrajnát most már egyre inkább szabdalják szét darabokra. Nem nagyon látszik, hogy itt ebben mi tudná őket megállítani.
Szumi és Csernyihív, ez két ukrán kisváros, ami a háború kezdete óta ellenáll. A mai napig, mostanáig is, tehát továbbra is ellenállnak, de rettenetes a humanitárius helyzet. Az egyetlen jó hír az, hogy Szumiból és Csernyihívből is már több evakuációs konvoj jön, ilyen zöld folyosón, már legalább a civil lakosság része kijuthatott, de például Mariupolból alig tudott kijutni valaki délről, tehát hogy itt az láttad a némi kicsit divers az orosz erők magatartása, Mariupolban nem nagyon engednek ki senkit, Szumiből és Csernyihívből néha azért kijut egy-egy konvoj, de hát ez is nagyon kockázatos, tehát megtörtént az egy ilyen menekült konvojnál, Kijev egyik külvárosa, vagy konkrétan harckocsikkal lőttek a menekült konvojra. Na most egy menekült konvoj nem arra van tervezve, hogy ilyet kibírja. Továbbra is az a helyzet tehát, hogy Szumi és Csernyi tartják magukat, de az orosz erők mostanra hermetikusan körbezárták és megkerülték őket. A háború legfrontosabb frontja, legfontosabb frontszakasza az teljesen egyértelműen Kijev. Az a bizonyos nagy konvoj, ami mindenki így spekulált az elmúlt nagyjából 10 napban, hogy mi lett vele, ez a nagy konvoj ez mostanra feloszlott, az oroszok rendezték a sorokat, és ezeket az erőket átcsoportosították részben a Csernyihív Kijev országútvonalára, illetőleg itt az északnyugat irányba, és csak is készülnek Kijev ostrovára. Itt maximum néhány nap szünet lehet még, mielőtt megkezdődik tényleg a főváros mindenre kiterjedő nagy ostroma. Tehát ugyanazt fogjuk látni Kijevnél, mint amit Harkivnál láttunk csak kétszer akkorában. Most ami változás, vagy potenciális változás... Az változás, hogy minél több ország érti meg az, hogy miért van szükség. Most nem tudom, mi volt. Ami potenciális változás, ugye egyre nagyobb az orosz nyomás Belaruson, hogy Belarusz is küldjön harcoló erőket. Most arra az a jogi kifogás, amire Belarusz tudott hivatkozni, az mostanra érvényét vesztett. Ugye ez a jogi kifogás az volt, hogy Belaruszban február 27-én volt egy népszavazás az alkotmány módosításáról. Csodál, ki gondolná, a belorusz lakosság megszavazta az alkotmány módosítását. Ez egy ilyen jól szervezett ország, ott a lakosság megszokta az ilyeneket szavazni. Nyilván demokratikus értelme semmi közel nem volt egy népszavazáshoz, de hát így adminisztratív ez jelent. Tehát megszavazták az alkotmány módosítását, kikerült az alkotmányból a semlegesség, de ennek volt egy 10 napos hatályba lépési ideje. De február 27-éhez képest még 10 nap, amíg ez érvénybe lépett. Van olyan forrás, ami szerint Lukasenko arra hivatkozott, hogy azért nem küldhet harcoló erőket Ukrajnába, mert hát még a régi alkotmányban érvényben még belőle semleges, ez mostanra elmúlt. Tehát itt a valószínű, hogy meg fognak jelenni belorusz harcoló erők is, hát legalábbis a határon. Az, hogy ténylegesen átlépnek-e Ukrajnába, ez kérdés. Nagyon sok forrásból származó információ van arra, hogy a belorusz hadsereg egyáltalán nem elkesett a gondolattól, hogy Ukrajnába kellene menniük harcolni. És ugye ez eleve egy alulfinanszírozott, rosszul felszerelt haderő, ugye sok más autoritár rendszerhez hasonlóan Belarus és inkább a belügyi erők és a titkosszolgálatok fejlesztésére költött, nem annyira hadseregre, és hát pláne így, hogy látják, hogy mi történik az Ukrajnába harcoló orosz katonákkal, ez feltétlenül nem növeli a belarusz katonák harci kedvét sem. Ezzel együtt az a helyzet, amit korábban láttuk, továbbra is fennáll, tehát az orosz légierő vidáman használja belarusz repülőterét és légterét. Számos esetben belarusz területről indítanak bombázógépek, rakétákat ukrán célpontok ellen. Belarusz légtérből működnek azok az orosz mobil vezetési és irányítási pontok, meg légtérfigyelő repülőgépek, amik koordinálják az orosz légierő ukrán tevékenységét. És ugye Mozsír városa, az az egyik ilyen katonai egészségügyi központ is, ahol a Kijev környéki harcokban megsebesült oroszokat, meg Csernyihív környékén megsebesült oroszokat oda viszik, ott látják el őket, Homelben és Mozsírban, illetve van olyan információ, hogy Mozsírban rakják őket, ugye halottak a hűtővagonokba, tehát hogy belorusz területen próbálják úgymond rejteni a háború veszteségeit. Hát előbb-utóbb ez nyilván kiderül, ezek az emberek előbb-utóbb hiányozni fognak valahonnan. Ezzel együtt tényleg is, tehát az, hogy Belarus továbbra is aktív résztvevő ennek a háborúnak. Harcoló belarus erő igazolható módon Ukrajnában egyelőre nincsen, de tényleg továbbra is teljes körű egészségügyi, logisztikai és területhasználati támogatást nyújt Belarus ehhez a háborúhoz. És ígértem, hogy mondok pár szót a nem szárazföldi harcokról is. Ugye az elmúlt 3 nap trendje, hogy Oroszország immár Ukrajna egész területére kiterjesztő légitámadásokat és rakétatámadásokat. Ugye már érte rakétatámadás Ivano-Frankivskot, itt Nyugat-Ukrajnában, vagy ez a Kárpátok másik oldala, ugye a Kárpátaljához képest, érte támadás Lvivet, Luckot, Zsitomirt már küzérséggel is lőtt, Zsitomirt már elérik,
és egyre több nyugat-ukrajnai várost is támadás fog érni a közeli jövőben. Egyelőre a támadások úgy tűnik, hogy a katonai infrastruktúrára koncentrálódnak, de hát nem mindig teljes pontossággal. Tehát, hogy nagyon sok a mellé ment találat, a polgári célpontot ért találat, de a trend egyelőre az, hogy tényleg is a repülőtereket rombolják elsősorban, illetve más katonai objektumokat. Ugye már a Viradóra támadás ért a Jevorivi kiképzőbázist. Ugye ez a Jevorivi, eredetileg az ukrán békefenntartó kiképzésére szolgált. 2014 óta így zajlik a nyugati katonai kiképzők és az ukrán haderő együttműködése. Most ez azért ijesztő, ez a Jevorivi elleni támadás, mert ez 20 kilométerre van a lengyel határtól. Tehát az látszik, hogy Oroszország számára semmiféle gátlást vagy problémát nem okoz az, hogy a NATO határától ennyire közel mér légi csapásokat katonai célpontokra. Oroszország fenyegetőzik azzal, hogy minden Ukrajnába irányuló fegyverszállítás célpontnak tekintést megsemmisít. Én annak kapcsán egy szkeptikus vagyok, hogy erre valóban a képességük megvan-e, mert ugye a fegyverszállítások a háború kezdete óta zajlanak folyamatosan. Ha Oroszországnak meg lenne a képessége arra, hogy megsemmisítse ezeket a szállítmányokat, valószínűleg már megtette volna, de hát lehetséges, eddig csak titkolták, ez hamarosan ki fog derülni. Minden esetre az tény, ez jó illusztrált tény, hogy elérik Ukrajna teljes területét nagy hatótávolságú rakétákkal és robotrepülőgépekkel. A Kárpátalján volt már ugye légiriadó tegnap előttől tegnapra, ott még akkor nem volt támadás, de Kárpátalján is vannak katonai objektumok, tehát nem igazán látom a katonai racionalitását annak, hogy Oroszország ezeket egyébként miért kinélné meg. Tehát én tartok tőle, hogy előbb-utóbb ezek sorra fognak kerülni, remélhetőleg minél később annál jobban, hogy annál jobb lesz a helyzet. Na most, ami a háború által érintett polgári lakosság sorsát illeti, mai adatok szerint 2,7 millió ember menekült el Ukrajnában eddig. És ehhez tartozik további 900 IDP, tehát hogy a belső menekült, ugye internally displaced person. Ezt a 2,7 milliót úgy érdemes viszonyítani bármihez, hogy a 15-16-os menekült válság során összesen a legfelső beslések szerint is kb. 2 millió ember jött Európába egy esztendő alatt. Itt most ez nem egészen 3 hét alatt lezajlott, és még jönnek továbbiak is. Úgyhogy a helyzet egyáltalán néz ki. A tárgyalások szerintem majd egy következő körben tudunk beszélni. Tehát zajlanak fegyverszüneti tárgyalások. Ja igen, nagyon fontos. Ezek nem béketárgyalások. Ez egy fontos különbség. Ezek nem béketárgyalások, ezek fegyverszüneti tárgyalások. Fegyverszüneti tárgyalások vannak. Meglepő optimizmusról tesznek talán bizonyságot mind a Kreml, mind az ukrán fél nyilatkozatai arra, hogy tényleg folyamatosan zajlanak megbeszélések, most már tematikus, most már konkrét javaslatokról, de hát az még nagyon messze van, hogy ennek tényleg is vége legyen. Jó, én ennyit gondoltam bevezetőnek, lekapcsolom a térképet. Köszönöm szépen. Azért még egy kicsit visszakérdezek, pár dologra jött is kérdés, meg engem is izgat, hogy nyugati területeket is bombáznak, és az, hogy mondjuk, hogy nem mondjuk, hogy elrabolnak polgármestereket, és a helyükre már ma estére egyébként két új oroszok által megnevezett polgármester kerül, hogy ez egy stratégiaváltás, vagy egyszerűen elértek oda, hogy most ezt cselekszik? Tehát... Nem biztos, hogy stratégiaváltás, szerintem kezdettől fogva ez volt a terv, hogy ha megszereznek délen területeket, akkor elkezdik lemásolni azt a modellt, amit 2014-2015 folyamán csináltak. Tehát itt úgy fogják felépíteni, ha tényleg sikeresek benne, hogy hirtelen elkezdenek megjelenni mindenféle helyi kormányszervek, akiket ugyan senki sem választott meg, de az orosz média majd úgy fog rájuk hivatkozni, hogy Mayer Herson, hát vagy Herson polgármester, meg hogy Herson, amit a közvető adminisztráció is hasonlók, demokratikus legitimitásuk nem lesz, de Oroszország majd arra törekszik, hogy ezt a legitimitást információs eszközökkel megteremtse. Tehát, ha elég sokszor hívunk valakit herszoni polgármesternek, hát ha világ egy része elhiszi, hogy ő herszoni polgármester. Igen, ezt ismerjük. Kérdés érkezett, hogy miért lövik a humanitárius folyosót? Lélektani hadviselés, vagy kommunikációs hiba, vagy mindkettő? Teljesen szándékosan lövik, tehát ez fontos. A humanitárius folyosó azt nem úgy jelölik ki, hogy Ukrajna önhatalmulag letűz a térképre egy kis zöld tűket, hogy akkor ott lesz humanitárius folyosó. Egy ilyet azt egyeztetni szokás a harcoló felek között. Tehát, és akkor megegyeznek, hogy az a folyosó ettől eddig ebben az időablakban van nyitva, körülbelül ennyi ember ilyen járművekkel fogod közlekedni, és akkor erről van valamiféle megegyezés. És aztán az orosz oldal ezt megszegi. Tehát az kizárható, hogy itt baleset történne, vagy véletlen, vagy valami hiba, ezt teljesen tudatosan csinálják. Az, hogy pontosan miért, szerintem nyomásgyakorlás.
de szerintem ugyanabban a stratégiában illeszkedik, amit már múlt héten is említettünk, hogy a polgári lakosság szenvedésein keresztül próbálnak nyomást gyakorolni az ukrán vezetésre. Köszönöm. Ugye te is említetted egyébként a múltkori szalomban, hogy meg már máshol is többször elmondtad, hogy Putyin elszámolta magát, és hogy a háború elejével, mert ugye azt remélt, hogy 2-3 nap alatt végiggázol Ukrajnán, vagy legalábbis megszerzi, amit meg akart szerezni, de ez nem jött be neki. És akkor azért elég, hogy is mondjam, elég nagy jelentősége volt számomra is a dolognak, nyilván olyan ember számára, aki nem elég olvasott, vagy eddig nem voltam elég olvasott ezen a területen, és most, hogy olvasom Eszbíró Zoltán cikkeit, például arról, hogy a nukleáris fenyegetés az már az nem egy új keletű dolog, és hogy ez hogy építette fel szisztematikusan Putyin a saját világában. De ha olvasom azt, hogy 2020-ban, 20 elején milyen belső kutatás volt, bocsánat, covidos voltam is, néhány szó kiesik időnként a fejemből, szóval, hogy milyen kutatási eredmények voltak arról, hogy ki szeretné őt a hatalomban tartani, vagy látni, az is meglepő eredményeket hozott. Szóval mindez azért úgy eléggé csökkentette bennem azt az érzést, hogy mekkora jelentősége annak, hogy néhány nap alatt nem sikerült elfoglalni Ukrajnát. Gondolom, van neki B meg C terve is. De azért is hoztam hosszasan ezt az egészet szóba, mert nagyon jó lenne, és Zoltán segíts nekünk ebben, hogy kicsit jobban értsük azt, hogy mi van a másik oldalon, azzal a fejjel, ami Putyin nyakán ül, hogy érdemes gondolkodni, mit kell nekünk látni. Valószínűleg egy valumással tartozom, mert szemben az Andrással, aki elég korán azon a véleményen volt, és az ő álláspontja jött be, hogy ennyi erőt ilyen hosszú határszakaszon ott tartani, csak blöffér vagy nyomásgyakorlásért valószínűleg nincs értelme, és ebből mégiscsak háború lesz. Én majdnem ugye az utolsó pillanatig nem csak hogy bíztam, hanem meggyőződésem volt, hogy egy ilyen háború nem történhet meg, mert annyira irracionálisnak tűnt, és önsorsontónak. Tehát orosz nézőpontból is azt gondolom, hogyha és amikor mondjuk interjút adtam, vagy módon volt ezt megírni, akkor mindig hozzátettem, hogy persze ezek az állítások csak akkor igazak, hogyha az orosz vezetés számot vet az ország képességeivel, lehetőségeivel és a lehetséges következményekkel, akkor szerintem egy ilyen háború nem indulhat. De hát kiderült, hogy indult, mert hogy hát azzal nem számoltam, hogy vagy nem vettem eléggé komolyan számba, hogy hát Putyin valószínűleg az elmúlt időszakban a korábbiakhoz képest is bizonyára jelentősen megváltozott. Ugye az egyik dolog, amit nyilván nem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy egy ember, aki 22 éven keresztül lényegében ebben a több mint két évtizedes időszakban már-már az elejétől, tehát viszonylag rövid idő óta korlátlan ura egy jelentős képességekkel rendelkező a világ egyik vezető nukleáris hatalmának. Szóval nincs az a személyiség, amelyik nem torzulna egy ilyen folyamatos és korlátok nélküli hatalmi helyzettől. És hát nyilván ehhez jött még ez az utolsó két év, a Covid időszaka, amikor az egyébként is szűrt információk és az a kör, aki rendszeresen érintkezik, az nagyon radikálisan leszűkült, és hát nyilván bizonyos értelemben deprimáló is lehet az, hogy feltűnően félt, tehát hát nem kell felidézni szerintem a hallgatóinknak azokat a tényleg abszurd látványokat, amikor külföldi politikusokkal ilyen 6-8 méteres asztal két végén ülnek, vagy amikor a saját minisztereit egy iszonyú hosszú asztal legvégén ülteti le, hát egyszerre bizarr és abszurd, de mutatja ezt a félelmet, és egy idő után már nem lehet pontosan tudni, hogy ez csak Covid, vagy esetleg egy esetleges leszámolástól való növekvő félelem. Az egészen biztos, hogy paranoid alkatról van szó, ezt még a pszichológia, vagy a pszichiátria nem tartja betegségnek, de hát az két említett dolgon túl, tehát azon túl, hogy a személyiség torzul, hogyha 22 évig első számú korlátlan ura vagy egy ilyen nagy országnak, és két évig pedig ilyen egészen különleges körülmények, extra körülmények között kell élned és irányítani az országot,
És ez jön egy harmadik dolog, amiről az utóbbi két évben három hosszú történelmi dolgozatával számolt be Putyin. Ugye kettőt a második világháborúnak, egyet pedig az ukránoknak, közvetlenül az ukránoknak szentelt, amiben kifejtette, hogy ukránok tulajdonképpen nincsenek is. Tehát, hogy olyan geopolitikai fantazmagóriák is rabulejtették, és ebben egyébként valószínűleg igen jelentős szerepe van annak a Medinszkijnek, és ez bizonyos értelemben szimbolikus is, aki ezeket a tárgyalásokat ott a belarusz határnál orosz részről vezeti. Ő ugye hosszú-hosszú éveken keresztül kultuszminiszter volt, történész egyébként, hát plágiumban gazdag történeti munkák szerzője. Szóval ő nagyon sok, ja, és amikor felmentették néhány évvel ezelőtt, akkor ő lett az elnöknek az emlékezett politikai főtanácsadója, mert Oroszországban ilyen is van, az ember adjon magára, legyen emlékezett politikai főtanácsadó. És hát nyilván ez azzal függ össze, hogy ezek a mániák, ezek a szenvedélyek, amivel egyébként normál esetben egy elnöknek nem kellene foglalkozni, mert egy államfőnek nem az a feladata, hogy történeti dolgozatokat írjon. Egy államfőnek legfeljebb ezzel a területtel annyi feladata van, hogy a szabad és minél, hát, minél nagyobb lehetőségeket biztosító történeti kutatás feltételeit teremtse meg és biztosítsa, és aztán bízza a történészekre mindazt, amit gondolnak erről vagy arról. És egyébként is azt életveszélyesnek gondolom, amikor politikusok előjönnek történeti hivatkozásokkal, hát épp azért kötünk szerződéseket és megállapodásokat, és a 20. század második fele legalábbis Európában arról próbált szólni, hogy ne jöjjünk elő állandóan történeti hivatkozásokkal, hogy ki élt ott előbb, ki élt ott tovább, hanem egyezzünk meg, hogy hol vannak a határok, és nézzünk előre, és ne konfliktusokat prolongáljunk. Na most, hogyha az első számú vezető a történelem rabjává válik, és ráadásul hát nem is kutatóként, hanem ilyen fantazmagóriák teremtőjeként, akkor ez mint egy harmadik elem az előbb említett kettőhöz oda csapódik, és hát nyilvánvalóan torzítja az egészet, és hát talán még egy negyediket említenék, ami nem a személyiségéből fakad, hanem valószínűleg a rendszerből, hogyha egy rendszer autokratikusan működik tartósan, és a személy, amelyik irányítja, változatlan, akkor különösen kialakul egy olyan rituálé, hogy hát az alsóbb instanciák tudják, hogy mit vár el a nagyfőnök. És hát akkor az információk is, mint a tér, elkezd görbülni, és hát alkalmazkodik ahhoz, amit valahol úgy fönt elvárnak. Ez feltételezés, mert hát én ilyen jelentéseket természetesen nem láttam, de valahogy látva például azt a közvetlenül a támadás előtti, végülis nem közvetített, hanem felvételről bemutatott nemzetbiztonsági tanácsi ülést, és az ott jelenlévő, lényegében az ország első számú közhatalmi pozícióiban lévő embereknek a Putyinhoz való viszonyát és rettegését, ahogy kiül az arcukra, hát azt hiszem, hogy nem túlzok, ha ezt a feltételezést megengedem magamnak, hogy ezek az információk egy idő után egy ilyen információs buborékba rakhatták Putyint. És hát lehet látni, hogy az a 4-5 körülmény, amire hivatkozva én próbáltam azt a véleményt erősíteni, hogy ebből nem lehet háború, mert önsorsontó, de hát az elmúlt hetek eseményei azt mutatják, hogy ezek hát bejönni látszanak. Ugye az első ok, amire én hivatkoztam, hogy hát szerintem önsorsontó lenne egy ilyen háború, hogy a február 24-i események előtt Oroszország egy be nem vallott vagy szégyellős háborút folytatott Ukrajnában. Ugye az volt a hivatalos álláspont, hogy ez egy ukrán belügy, egy ukrán polgárháború, mi nem vagyunk ott, mi semmilyen formában és módon nem vagyunk részesei ennek a történetnek. És hát a nyugat két jelentős szereplője, Franciaország és Németország, ez 14-15-ben a Minszki megállapodáskor ezt el is fogadta, diszkréten elfordította a fejét, és úgy tett, minthogyha igaz lenne az orosz narratíva, holott nyilván tudták, hogy nem így van. De én értem, hogy miért fordították el a fejüket, azért, mert le akarták zárni ezt a teljesen értelmetlen háborút, ami Kelet-Ukrajnában folyt. Na de ha nyílt és átfogó támadást indítok, mint ahogy megtörtént február 24-től, a nyugat nem fordíthatja el a fejét, és nem tehet úgy, hogy hát az a narratíva él, hogy mi ott nem vagyunk, bár bizonyos értelemben ennek a narratívának a továbbélése, hogy hivatalosan ugye Oroszország
Oroszországban nem lehet háborúnak hívni, ami háború, hanem csak katonai, speciális katonai műveletnek. Hát ugye ez a tipikus ilyen orwelli világ, a fenn az lent, a hideg az meleg, a fekete az fehér, tehát hogy még a nyelvedre is rá akarnak telepedni, és egy ilyen teljesen abszurd világot akarnak létrehozni. A másik ok, amire azt gondoltam, ja is hát ha nyílt támadást indítasz egy ország ellen, hát akkor agresszorrá válsz, és agresszorként ennek nemzetközi politika és nemzetközi jogi következményeit viselned kell. A másik dolog, ami miatt azt gondoltam, hogy hát nem lehet ilyen háború, az az, hogy hát nyilván tisztában kellett lenniük azzal, hogy az ukrán hadsereg hát mégsem olyan lehet, mint amilyen 2014-ben volt. Nyilván jobban képzett, jobban felszerelt, és ami a legfontosabb, és az elmúlt közel három hét ezt messze menően igazolta, hát sokkal jobban motivált. De hát ezt én innen a Paulai Ede utcából is feltételeztem, szóval nem tudom fölfogni, hogy miért nem lehetett arra gondolni, hogy ez nem 2014, amikor a Krímet februárban ezek a zöld emberkék egyszerűen csak lehasították, és az ott diszlokált ukrán erők hát nem kaptak az új hatalomtól egyértelmű utasítást, vagy az utasítás az arról szólt, hogy ne álljatok ellent. Hát ez egy egészen más helyzet. Egyébként csak úgy lábjegyzetben jegyezném meg, ugye az elmúlt napok egyik érdekes híre, hogy az FSB-nek, a Szövetségi Biztonsági Szolgálatnak azt az utolsó alapítású részlegét, amit még a 90-es évek legvégén Putyin FSB igazgatóság alatt hoztak létre, és amelyik azt a hiányt hivatott pótolni, hogy minden korábbi részlegét a KGB-nek gyakorlatilag visszaszuszakolták az FSB-be, kivéve a külső hírszerzést, az továbbra is egy önálló intézményként működik. De a 90-es évek legvégén létrehoztak egy olyan részleget az FSB-n belül, ami a nemzetközi kapcsolatokkal hivatott foglalkozni, hát ez a kicsit ilyen költői elnevezése, és ez egy kicsit olyan, mint a szovjet korszakban az atomivarral foglalkozó minisztérium elnevezés, ugye középgépgyártási minisztérium, tehát mindenre lehetett gondolni, csak arra nem, hogy ez az atom, vagy a nukleáris program fedőszervezete, tehát itt is egy ilyen dologról van szó. Szóval, hogy ennek magasrangú vezetőit, egy Beszéda nevű háromcsillagos vezérezredest, és még munkatársait házi őrizetbe tettek. Az két nagyon érdekes egyébként, ha igazak a kiszivárgott hírek, egyrészt arra hivatkozva, hogy annak az agentúrának, annak az ügynöki hálózatnak a kiépítése, ami a feladatuk lett volna az elmúlt években Ukrajnában, azt nem oldották meg, sőt, aránytalanul sok pénzt költöttek erre. Itt rögtön Gogol holt lelkekje jut az ember eszébe, amennyiben biztos lejelentették, hogy még itt is van három ügynökünk, meg ott is van, és hát a pénzt meg elsibolták. Bizonyos értelemben, ha nem lenne drámai helyzet, akkor hát egészen vicces történet. Tehát az intézménye az orosz titkosszolgálatoknak, amely a Fák térségben nagyon aktív, nem feltétlenül hírszerző, hanem ilyen kiterjedt ügynöki munkát kell végezzen, az ezek szerint az Oroszország számára legfontosabb területen is, hát hihetetlen korrupt módon végzi a munkáját, mint ahogy egyébként a rendszer egészére is, tehát nem csak Ukrajna esetében, de hát az oroszra is jellemző mindez. Szóval, hogy itt nagyon, nagyon félreértették a saját hadseregük erejét, és nagyon félreértették az ukrán hadsereg erejét, és itt rögtön hozzáteszem, hogy azt is félreértették, hogy hát sok problémát lehet az ukrán állam és kormányzás minőségével kapcsolatban megfogalmazni, de hát ez nem egy bukott vagy félig bukott államnak bizonyul, hanem hát hogyha már három hete tartja ilyen túlerővel szemben magát, akkor úgy tűnik, hogy az államszervezet állapota sem teljesen olyan, mint amit ők feltételeztek, és hát a legfontosabb, és erről ne feledkezzünk meg, hogy hát az emberek, hát nem örömünnepként fogadták az oroszok megjelenését. Sőt, nagyon érdekes, hogy talán a múlt héten az egyik vezető ukrán közvéleménykutató intézet ismét megkérdezte az ukránokat arról, hogy mi a véleményük Ukrajna EU-tagságáról, illetve NATO-tagságáról. Ez azért érdekes, különösen az utóbbi, mert a 2004-5, ugye 5 elején iktatják be Jussenkót, a nyugatos tábor vezetőjét elnökként, tehát a narancsos forradalom után ugye az ő
mandátuma 2005 elején kezdődik, és 2010 elején jár le. Most ebben az 5 éves ciklusban soha nem mértek 30%-nál nagyobb támogatottságot a NATO tagság ügyében. Pedig nyugatosok, tehát mindent megtettek, hogy a társadalmat erre az irányba tereljék, de nem sikerült. A Krím lehasításával, illetve hogy 2014. április 2. hetében elkezdik föllázítani a keleti megyéit Ukrajnának, hát ezt követően ez jócskán felugrik 50% fölé, és a mostani friss mérések 76%-os támogatottságot mutatnak, és ami még külön érdekes, hogy ott nőtt meg jelentősen a támogatók aránya, akik az ország keleti-délkeleti részén élnek. Úgyhogy a putyini politika 14-ben is, meg most 22-ben, amit tesz, pont az ellentétes hatását váltja ki annak, mint amit állítólag szeretne. Úgy egyébként az emberben fölmerül a kérdés, hogy vajon mire gondol, hogy amikor így megbombázza ezeket a városokat, és ilyen brutális nyomokat hagy utána emberéletben, anyagi károkban, akkor az ukránok majd megszeretik? Szóval ez lesz az a mód, ahogy majd az ukránok jó útra térnek, és úgy gondolják, hogy egy államban és egy politikai irányítás alatt kellene élnünk. Szóval fel nem foghatom, hogy milyen gondolatok cikáznak ennek a jó embernek a fejében. Szóval röviden azt gondolom, hogy itt sok mindent elmértek, és ez sok elmért dolog, végül is hozza azt az eredményt, amit pillanatilag látunk, és hát nyilván azt gondolom, hogy ki lehet jelenteni, hogy hát biztos, hogy nem ilyen 3 hétre gondolt, és egy sokkal, de sokkal rövidebb, sokkal kevesebb veszteséggel és politikai konfliktussal járó dologra számított, és a legfontosabb, hogy nyilván mindezeken túl, és ezt is feltételeztem, hogy ennek is visszatartónak kell lenni, hát ő arra számított, hogy a nyugat megosztott lesz, lesznek olyan országok, amelyek nem lesznek határozottak a szankciókban, és ez képes egységessé, minden korábbinál egységesebbé vált a nyugat, és számos olyan szankciót rendeltek el, amire nem is mertek gondolni, csak egyet hadd említsek, ez ugye a jegybank nemzetközi tartalékainak a blokkolása. Annak több mint felét blokkolni tudták, és a másik félnek a jelentős része az monetáris arany, amivel az ég adta világon nem tudnak mit csinálni. Ez 2200 tonna arany, talán szerdán jelentették be, talán egy nappal azt követően, hogy most már nem lehet valutát vásárolni, és hogyha valakinek van valutabetétje, akkor onnan 10 000 dollárt lehet fölvenni. Egyébként 93 milliárd dollárnyi magánkézben lévő valuta van benne az orosz kereskedelmi bankokban. Szóval, hogy azt feltételezt, tehát hogy szerdán bejelentették, viszont, hogy aranyat áfamentesen lehet venni. Ami ugye azt jelenti, hogy hát miután nincs forrása a kormányzatnak, illetve a jegybanknak, így próbálják beszedni az arany eladásából a hiányzó valutát. Bár egy idő után az is probléma lesz, hogy na de ha lesz is valutájuk, hát mire fogják költeni, mert ugye a gazdasági kapcsolatok azok, ez is egy nem várt dolog, hogy nem csak államok szankcionálnak, hanem nagy korporációk, vállalatok sorra hagyják ott Oroszországot, vonulnak ki, szüntetik meg az árusítását a terméküknek. Tehát itt nem csak egy állami reakció van, hanem a korporációk reakciója is egészen más, mint amire esetleg gondolni lehetett. Tehát a nyugat és a szankciók esetében is elkalibrálta magát, meg hát Oroszország saját gazdasági erejében is. Úgyhogy első körben talán ennyit mondani. Én azért még ennél le is ragadnék egy kérdés, hogy mekkora jelentősége van annak, hogy ő elkalibrálta magát. Ha figyelembe veszem azt is, ugye mi szeretnénk ezt hallani, nyugati emberek. Mi azzal fejjel gondolkozunk, hogy jó lenne békében élni, gondolom én, és nekünk tetszik ez a narratíva, és jó látni, és nyilván fel is erősítjük magunkban ezeket az érzéseket, hogy ennek komoly jelentősége van, ha nem sikerül neki 3 nap alatt. De András a legutóbbi szalonban is elmesélte azt, hogy meg az elsőben is, azt mondom, hogy egy kicsit említettük, hogy hány száz éve hódító nép az orosz, nem a nép, hanem a hatalom, és ezt fontos lesz mindig nyilván külön választani, hogy
hogy Putyinnak is valahol az összes cikk, amit olvastam tőled is többek között valahol, és más tanulmányok is, ott valahol benne van az ő narratívájában, hogy azért az, hogy ugye nekem ez kicsi, ez kevés, és hogy vissza akarom építeni vagy a szovjet birodalmat, vagy még azon túl is lehetőleg terjeszkedni, és ott van az a cikked is, amiben a nukleáris fenyegetéssel kapcsolatban megütötte a te füledet is, így az enyémet is egy mondat, hogy 4 évvel ezelőtt 18-ban az egyik központi orosz tévécsatorna a Világrend 2018 című dokumentumfilmet bemutatta, amiben a Putyin nukleáris háború esélyt latogatva azt a vészős megjegyzést tette, hogy mit nekünk egy olyan világ, amiben nem lesz Oroszország. És te levezetted azt, hogy ő hogyan számít arra, vagy hogyan épít arra, hogy ő majd visszaüt. Hát én ugye ebben ezt a szívben... Most is ebben a háborúban is az történik, hogy ő csak visszaüt. Ő ezt a narratívát akarja mondani. Na hát igen. Hogyne? Hát itt egyrészt ennek a narrációnak két fontos eleme van, hogy mi visszaütünk. Tehát ugye, amikor Lavrovot is megkérdezik, hát mi nem támadunk, hanem csak... Tehát, hogy mindig, tehát nem mi vagyunk az okai, nem mi csináljuk a dolgot, mi védekezünk, és mi a békét védjük háborúval, szóval ez az egyik. A másik pedig a visszaélés az antifasiszta narratívával. Tehát azzal, hogy, és ez is nagyon érdekes, hogy ha Putyin 22 éves történetét nézzük, akkor az első két elnökség időszakában, 2000 és 2008 között lényegében ideológiai kérdésekről nem szólal meg. Tehát a szavai, tehát a retorikájából hiányoznak az ideológiai tartalmú kifejezések. Ez 2012 elején jelenik meg, amikor szorult helyzetben lesz ott az elcsalt Duma választás után, gyorsan kell elnökválasztást tartani, ugye egy ciklus után Medvegyev nem kap még egy lehetőséget, és ő akar visszajönni, és akkor néz szét, és akkor kezd ilyen hagyományos család, történelem, pravoszlávia, szóval ezeket a konzervatív toposzokat onnan használja. De van egy terület, amit már 2005-től elkezd használni, ez a II. Világháború emlékezet. Most Oroszország esetében a II. Világháború emlékezete nagyon is érthető, hogy a kormányzat erre figyelmet fordít, és bizonyos keretek között én teljesen érthetőnek és elfogadhatónak tartom ott, ahol ilyen borzalmas veszteségeket szenved el egy ország. Ugye 27 millió ember hal meg a pillanatnyi, mondjuk ez a konszenzuális tudásunk pillanatnyilag az ő veszteségeikről, csak hogy a nagyságát érzékeltessem, az amerikaiak, a britek és a franciák együttesen 1,5 milliót nem veszítenek ebből a háborúból. Tehát ha van egy ilyen ország, amelyik ilyen óriási áldozatot hoz a háborúban, akkor az arra való megemlékezés az nem főhajtás Sztálin, a totalitarizmus és Putyin előtt, hanem főhajtás azok előtt, az emberek előtt, akik nélkül Európa a II. Világháború után nem úgy nézett volna ki, különösen Nyugat-Európára gondolok, mint ahogy kinézett. Tehát ezzel önmagában az ég adta világon semmi probléma nincs. De 2005-től elkezdődik a II. Világháború emlékezetének egy olyan túlhajszolása, egy olyan ízléstelen kiforgatása, ami szerintem azoknak a szerencsétlen embereknek, akik áldozatai voltak ennek a háborúnak, szerintem forognak a sírjukban. És ugye a 2014-es hatalomváltást követően, mármint ukrajnai hatalomváltást követően, Kijevvel kapcsolatban, az új hatalommal kapcsolatban, ugye az alapnarratíva, hogy ezek fasiszta banderovista bandák kezébe kerültek az ukránok, akik félre lettek vezetve, foglyul lettek ejtve, és ezzel szemben jön a II. Világháborús antifasiszta tradíciót hitelesen megőrző Oroszország, amelyik egy újabb felszabító háborút vív. Épp egyébként ma néztem meg egy hosszabb interjút Muratovval, Dmitrij Muratovval. Az ő neve talán onnan lehet itt Magyarországon is ismert, hogy a Novaja Gazeta főszerkesztője, és egyben a idén megosztva ő kapta a Nobel békedíjat, és ő azt mondja, hogy Putyin valószínűleg érzelmileg a II. Világháborút folytatja. Tehát, hogy ő koránál fogva nem győzhetett a II. Világháborúban, de a narrációjában ezt a II. Világháborút. Most a probléma az, hogy mindaz, ami történik, és ami látszik, és az Andris is utalt olyan városra, amit porig roboltak, de hát látunk képeket Harkivról. Szóval ezek borzalmas képek,
Hát ez olyan reputáció, tehát mindaz, amit most fel tudnánk sorolni, hogy ez milyen gazdasági, politikai, meg egyéb súlyos következményekkel jár, de mindezeken túl szerintem a legnagyobb katasztrófa az a reputációs katasztrófa. Szóval ezek az emberek, és nagyon helyesen te is utaltál többször rá, hogy válasszuk el egymástól a rezsimet és az ott élőket, és hihetetlen főhajtással lehet azokról beszélni, akik kockátot vállalva újra és újra kimennek tüntetni, és kimenni Moszkvában, Péterváron, vagy bármelyik orosz városban, az nem ugyanaz, mint kimenni tüntetni Berlinben. Ezek az emberek nagyon komoly kockátot vállalnak, becsületükre legyen mondva. És itt teszem hozzá azt is, hogy ahogy 24-én, február 24-én elkezdődött az invázió, már aznap délben 700 tudós, akadémikusok írták alá azt a nagyon pontosan megfogalmazott tiltakozó szöveget, azóta ez megy tovább. Tehát, hogy az orosz társadalomban nem kevesen vannak, akik szégyenkeznek, akik számára elfogadhatatlan mindaz, ami történik. De hát nagyon kevés ez. Tehát egy konszolidált vagy zárt autokráciában ezeknek az embereknek nagyon kicsi a lehetőségük. De azt akarom, és újra akarom mondani, hogy ne gondoljunk az orosz emberekre úgy, hogy ezek azonosulnak. És arra még végképp ne gondoljunk, hogy az a mindkét Krem felügyelet alatt működő közönykutató intézeti mérés, amit a CIOM és a FOM közölt, hogy 60% fölött támogatják a, egyébként jellemző, hogy a kérdés nem a háborút, hanem a speciális katonai művel. Tehát már a kérdésben is benne van a manipuláció, de ezt most tegyük félre. 60% támogatja. 40% egyébként nem, ami önmagában is szép. De hát az a helyzet, hogy amikor autokráciában közönkutatást végeznek, és direkt rákérdeznek lojalitásra, azt nem kell komolyan venni. Tehát, hogy ott nagy óvatosság és távolságtartás van. Tehát ne vezessen félre, ez is nyilván a legitimáció egy eszköze a hatalom részéről, hát hogy megmérték, és 60% azt mondta, nem gondolja 60%, csak védekezik, mert elég törzsölt, elég tapasztalt ahhoz, hogy ilyen kérdésnél tudja, hogy mit válaszoljon. Úgyhogy, de a nukleáris dologra visszatérve, én azt figyeltem meg 2014 óta, és a példáim abban a általad is idézett kis cikkben, ezeket a példákat gyűjtöttem össze, hogy mik azok az esetek, amikor Putyin vagy az orosz nukleáris erőre, vagy egy lehetséges világháborúra, atomháborúra utal. Ez azért érdekes, mert sem a késői Brezsnyev, sem az utána jövő rövid futamidejű főtitkárok, Andropov és Csernyenko, Gorbacsovról nem is beszélve, Jelcinről pláne nem beszélve, soha eszébe nem jutott, hogy a világot emlékeztesse a szovjet, meg később az orosz nukleáris arzenálra, ami lényegében akkora, mint az amerikai. Soha eszébe nem jutott, mert felelősségteljesebbek voltak, és tudták, hogy ezzel a retorikával nem szabad hangulatot kelteni. Putyin visszatérően, amivel én nem azt akarom mondani, hogy ő használni is akar, tehát hogy ez nem annak az állításnak a megfogalmazása, hogy egy ponton bekövetkezik az, hogy egy taktikai nukleáris bombát, atombombát ledob valahol. Nem tudom kizárni, de nem ezt akarom állítani, hanem azt, hogy fölépít évek során egy narratívát, hogy a nyugat féljen ettől, hogy ő adott esetben szemben veletek, akik hezitálnátok, mi akár ezt is be fogjuk vetni. Tehát, hogy ez is ennek a nyomásgyakorlásnak az eszköze, nagyon tudatosan visszatérően beszél róla, és hát nem tudhatjuk, hogy a dologból mi lesz, és hát én aztán végképp, mint nem katonai szakértő, ebbe nem foglalnék állást, ezt az Andris tőlem szerintem sokkal jobban tudja, hogy itt mik azok a belső fékek vagy korlátok, amelyek azért segítségünkre lehetnek, de a narratíva kész, és ezt 8 éve építi és fönntartja. És nagyon szisztematikusan, akár úgy is, hogy a saját népemet is el tudom tisztítani, bocsánat, hogy ilyeneket mondok, de hogy ebben rád hivatkozva, amit leírtál. András, a te szemeddel, a te megközelítésedben ez továbbra is úgy érzed, hogy ez fenyegetés, vagy a realitáshoz közelebb álló valami? Most ugye az orosz katonai gondolkodásról tudjuk, hogy már a szovjet időszakban jelen volt az eszkalációval történő deeszkalálás logikája. Tehát zajlik egy hagyományos fegyveres erőkkel zajló konfliktus, amiben a szovjet vagy orosz fél nem tud eredményt elérni, és akkor eszkalál tipikusan tömegpusztító fegyver bevetésével, azzal a reménnyel, hogy ez az eszkaláció aztán elrettenti az ellenfelet a konfliktus folytatásától. Na most, ha
rendesen elolvassuk a szakirodalmat, akkor a eszkalációval történő deeszkaláció az nem feltétlenül jelent nukleáris fegyvert. Tehát ugye egyébként az eszkalációs logikában, hogyha fölfelé haladunk, akkor az első az például az vegyi fegyver bevetése lenne. Tehát, mert a vegyi fegyver bevetése, ha nem éri el a kívánt deeszkalációs hatást, akkor még mindig lehet tovább menni, harcászati atomfegyver és végső esetben hadászati atomfegyver, de ha meg is hozzák ezt a döntést, hogy eszkalációs eszközzel próbálják deeszkalálni a konfliktust, másképp fogalmazva megtörni Ukrajnát és megadásra kényszeríteni, én első körben nem nukleáris fegyverre számítanék, hanem valamiféle vegyi fegyverre, annál is inkább, mert Szíriában ennek az alkalmazásából kiterjedt tapasztalatokat szereztek. Ugye a biológiai fegyver alkalmazása az kizárható, elsősorban azért, mert a saját csapatokat és saját lakosságot sem lehet megvédeni tőle. A vegyi fegyvernek viszont, most nyilván típustól függ meg mennyiségtől, meg egy csomó mindentől, de mindenképpen korlátozott a hatóköre, tehát hogy ez nem pusztít el teljes városrészeket vagy régiókat, de ezzel együtt épp elég ijesztő ahhoz, hogy adott esetben a kívánt deeszkalációs hatást elérhesse. És mi mit nevezhetünk most deeszkalációs hatásnak? Értem, hogy azt, hogy az ukrán vezetés megadja magát, de közben, mintha változott volna az is, hogy tulajdonképpen mi a célja az oroszoknak. Tehát más narratíva volt még február 21-én, és más mondjuk most március 9-én. Hát úgy tűnik, hogy az egyik ilyen elem, ami mintha kikopni látszana a követelésekből, ez a furcsa kifejezés, hogy náci tanítás, ami ugye annak a kicsit diszkrétebb megfogalmazása volt, hogy Zelenszkij és politikai környezete az távozzon, és hát lényegében egy rezsimváltás következik be. Úgy tűnik, mintha ez az elem eltűnt volna. Nem látom eltűnőben lévőnek a demilitarizálást, ami nyilván azt jelenti, hogy hát akkor ne legyen hadserege, vagy nagyon gyenge hadserege legyen. Az ISBN talán a múlt hét végén írtam egy cikket arról, részben arról a kicsit előrefutó hírügynökségi cikkről, amiben kikotyogták, hogy mi is a cél és mi is az elképzelés Ukrajnával kapcsolatban. Aztán két nap után visszavonták a cikket, ugye az állami hírügynökség, ami nem véletlenül közöl ilyen cikkeket, de hát a világháló mindent megőriz, tehát hiába vonják vissza, azt azért meg lehet találni. Abban ugye egészen odáig mennek lényegében, hogy hát nem is kell hadsereg. Sőt, hát voltak éppen Ukrajnára sincs szükség, sőt, hát hogyha valaki az esti tévéműsorokat nézi Oroszországban, ott nagyon világosan előadták, hogy hát nem kell hadsereg, hát majd Oroszország megvédi ezen túl Ukrajnát, és aztán jött egy másik előadó, vagy hozzászóló a vitában, hogy mi az, hogy megvédi Oroszország. Hát nem is lesz Ukrajna, mint önálló valami. Tehát így kezdődik. Tehát, hogy ezek a háború első napjaiban teljesen nyíltan fölvetődnek az a perspektíva, hogy se hadsereg, sőt, nem is kell ukrán államiság. Hát, hogy pillanatnyilag mivel érnék be, azt ugye nehéz megítélni, többek között nehéz megítélni annak függvényében is, amiről szintén az Andris beszélt, hogy itt Kijevvel mi fog történni. Hát mégiscsak egy 3-3,5 milliós fővárosról van szó. Nyilván sokan, akik hallgatnak bennünket, valamikor jártak már ebben a városban, egy nagy kiterjedésű városról van szó. Szóval ennek az ostroma, ráadásul nem kevés számú védő van jelen. A lakosság egy, hát a nagy többsége nyilván a háta közepére nem kívánja az orosz csapatokat, szóval, hogy itt mi fog történni, ha ők tényleg elszánják magukat egy ostromra, és ennek milyen következményei vannak, és hogy ez átlépi azt a küszöböt, amit az orosz eliten belül bizonyos csoportok már nem tudnak elviselni. És én ugye néhány mondattal korábban azt mondtam, hogy az utca nem tudja megdönteni egy konszolidált autokráciát, de ezzel egyáltalán nem akarom lebecsülni az utcai tüntetések jelentőségét, nem csak abban az összefüggésben, hogy micsoda bátor dolog ez a tüntetők részéről, hanem abban az összefüggésben sem becsülném le, hogy a tüntetések egyben biztatást is jelenthetnek az eliten belül azoknak a csoportoknak, akiknek a fejében már biztos, nem ma, nem tegnap, már régóta forog, hogy ezen a helyzeten változtatni kell. De hogy hogyan? Mi ennek a módja? Vannak-e olyan eszközeink? Hogyan tudunk összekapcsolni? Van-e annyi bátorság már bennünk, hogy a gondolatból
tett is legyen, azt én innen nem tudom megítélni, de az biztos, hogyha fönnmaradnak az utcai tüntetések, az mindig erősíti, vagy egyfajta késztetést, növekvő késztetést kell adjon az eliten belül, hogy hát ez nem zsákutcába viszi az országot, hanem katasztrófába, szakadékba taszítja az országot. Mert most már azért mondjuk ki, mindaz, amit látunk, és amit a nyugat mindez idáig elrendelt Oroszországgal szemben, az egy civilizációs leválasztása a nyugatról. Tehát itt nem egyszerűen arról van szó, hogy bizonyos dolgokat gazdasági tekintetben megszakítunk, hanem lényegében egyfajta civilizációs karanténba kerül az ország, és ebből nagyon nehéz, hát Putyinnal biztos, hogy nem lehet kijönni. És hát nagy kérdés, hogy milyen erőfeszítések árán lehet majd egy esetleges utódnak, és hát az is nagy kérdés, hogy az utód milyen lesz, ki, milyen természetű politikát visz. Tehát itt egy óriási katasztrófát ír az ország, amikor civilizatorikusan elzárják, és úgy tűnik, hogy ez elég gyorsan és ilyen robbanásszerűen következett be ebben az elmúlt három hétben. Ezeknek az esélyeknek a latolgatására, mert bocsánat, nem tudok jobb szót, olyan furcsa ez, hogy minden szó, amit itt kimondok, úgy érzem, hogy nagyon banális ahhoz képest, ami zajlik. Úgyhogy ezt engedjétek már meg nekem, hogy néha ilyen kijelentés, vagy ilyen valamit tegyek mellé. És ezekre szeretnék is majd még visszatérni, de egy dolog nagyon feszít engem, hogy mégpedig az, hogy tisztázzuk már ezt, hogy mi az, hogy győzelem, és mi az, hogy vereség. És ki mondja meg, hogy mikor kigyőz egy háborúban. Szóval olvastam egy elemzőnek, egy Robert Castell nevű úriembernek egy cikkét, amiben azt fejtegeti, hogy tulajdonképpen a háborúban az egyetlen dolog szerinte, ami összevethető mind a két oldalon, mert mindenkinek más a nézőpontja is, olyan, mintha almát a narancssal próbálnánk összehasonlítani, de egy dolog az fedi egymást, az, hogy a szenvedés. Hogy mekkora szenvedést képes okozni az egyik fél a másiknak, és a másik mennyire tudja ezt elviselni? Hát nyilván, különösen a modern világban, hát az, hogy mi lesz győzelem, az nyilván az információs kontextusnak is a függvénye, tehát a vereséget is a vesztes, az megpróbálja győzelemként előadni, és hogyha nagyon nyilvánvaló is a vereség, még akkor is elképzelhetők olyan szituációk, hogyha a hatalom prolongálódik, tehát aki elkezdte a háborút, és az marad a hatalmon, tehát nem történik egy belső váltás, akkor nyilván mindent megtesz annak érdekében, hogy a vereséget győzelemnek állítsa be. És hát még egy dolgot mondanék, hogy az sem feltétlenül biztos, hogy a győztes szenved kevesebbet, vagy az ő veszteségei azok nagyobbak lennének, mint a győztesé. Hát ilyen értemben a II. Világháborúban a német veszteség az kisebb volt, mint a szovjet veszteség, és mégsem a németek győztek. Tehát ezeken keresztül nagyon nehéz valami nagyon exakt dolgot mondani, hogy ebben a közelítsük talán a pillanatnyi szituációhoz. Most, hogy ebben a helyzetben mi lehet a győzelem? Ugye orosz oldalon úgy tűnik, hogy talán egy ideig az volt az elképzelés, hogy Kijev eleste és Zelenszkij megbuktatása, de miután egy óriási feladat előtt áll az orosz hadsereg, amiben hihetetlen politikai, katonai és erkölcsi kockázatok vannak, hát nem tudjuk, hogy ezt meddig fogják fönntartani. Ugyanakkor megint érdekes, hogy mi lenne a győzelem az ukrán oldalon. Ugye az ukránok bizonyos dologban nem nagyon akarnak belemenni, és én értem, hogy nem akarnak belemenni. Ugye kaptak mindenféle garanciát arra vonatkozóan, hogy tiszteletben tartják szuverenitásukat, területi épségüket és határaik sérthetetlenségét. Hát most egy újabb dokumentum az mennyiben lenne, vagy adna nagyobb biztonságot? Tehát az, hogy időről időre valami ezzel kapcsolatban megfogalmazódik, de hát azért az ukrán elitben ott van az óvatosság, hogy hát ez így biztos. A másik ugye finlandizáció. Hát a finlandizáció is felvetődik, de a finlandizáció ez egy nagyon speciális helyzet következménye volt. Egy olyan helyzet következménye, amikor Finnország mégiscsak részese volt a II. Világháborúnak, és megtámadta a Szovjetuniót. Igaz, időben kilépett a háborúból, ezért mondjuk nem szállják meg a területét, de Ukrajna kitámadott meg.
Szóval miért kellene a finlandizációt neki elfogadni, amikor semmi olyan nem történt, mint amit a finnekkel történt mondjuk a második világháború idején. Osztrák államszerződés? Hát ugye az 20 évvel a Helsinki megállapodás előtt született. Helsinki az egy nagyon fontos határ, mert a szuverén egyenlőség elvének kölcsönös mindkét oldalon való elfogadásával azért új helyzet, nemzetközi helyzet alakult ki. Tehát például ezen az oldalon is nehéz elképzelni, hogy az ukránok, már mind amennyiben Zelenszkij és ez a politikai garnitúra marad, hát bizonyos engedményeket megtehetnek. Amit el tudok képzelni, hogy tesznek esetleg egy politikai nyilatkozatot moratóriumra vonatkozóan, hogy mondjuk 10 évig nem kezdeményezik. Mondjuk ezt el tudom képzelni. Ennél többet, hát az identitásuk megtart, meg hát akkor az egész háború ellenállás, akkor miért is történt? Tehát, hogy itt egyáltalán nem olyan egyszerű az egyik vagy a másik oldalon, ráadásul ez is úgy tűnik, hogy folyamatos mozgásban van, meghatározni, hogy mivel is fog ez a konfliktus lezárulni. Úgyhogy ez nagyon, nagyon képlékeny, legalábbis ahogy én látom pillanatnyilag, nagyon képlékenynek tűnik. Bennem azért is vetődött fel, és Andrásnak passzolom is a szót, mert változó, úgy tűnik, mintha a cél is változna, és úgy tűnik ezért, mintha a győzelem is majd mást is akarna, vagy mást is jelenthetne, mint ami az elején látszott. De adom is neked a szót, András. Folytatva az Zoli által mondottakat, hogy eltűnt az orosz követelések közül ez a nagyon homályos nácitlanítás kifejezés. Nekem is azt mutatja ez, hogy változik az orosz célrendszer, rájöttek, hogy egyrészt nem reális kiiktatni az ukrán felsővezetést, tehát ha Zelenszkijt nem sikerült megölni az első néhány napban, akkor most már nem fog. Másrészt az ukrán felsővezetés az, hogy helyén marad, ez egyébként potenciális a lehetőség is. Tehát orosz oldalról is. Ugyanis amikor van egy legitimen megválasztott vezetés, a sokkal könnyebben tud keresztül vinni mondjuk egy alkotmánymódosítást, vagy kiadni egy olyan politikai nyilatkozatot, amit Zoli mondta, hogy itt 10 évig akkor nem akarunk a NATO csatlakozás irányába haladni. Tehát ha megsemmisítették volna Zelenszkijt, mint elnököt, és esetleg vele együtt az ukrán kormányt, akkor nagyon nehéz lett volna bármiféle, akár csak legitimnek látszó politikai kompromisszumot elérni, hiszen akkor nem lett volna, aki aláírja. Tehát mert akkor onnantól, ha esetleg egy báb kormányt ültetnek Kijevbe, akkor annak a legitimitása kérdés, és az által aláírt szerződések semmisek, tehát így maga az egész. Így, hogy Zelenszkij ott van, és láthatóan az orosz fél is, és aktívan részt vesz a tárgyalásokban, így én arra számítok, hogy itt Oroszország ezzel a Zelenszkij vezetéssel akar majd valamiféle kompromisszumot kötni. És ugye az már elhangzott ukrán részt, hogy egyébként a semlegesség alkotmányba vételéről arra adott esetben lehet tárgyalni. Ugye ez egy viszonylag, hát nyilván az egyszerű az itt egy idézőjeles fogalom, de hogy ez egy viszonylag egyszerűen meghozható ukrán áldozat. Tehát, hogy ugye most benne az alkotmányban, hogy törekedni kell az EU és a NATO tagságra, az erről való lemondás, esetleges semlegesség, kötelezettségvállalással, az relatíve egyszerű. És sokkal egyszerűbb, mint mondjuk lemondani területekről vagy hasonlók. Hiszen végül is egy alkotmánymódosítás, pláne magyar kontextusban tréfás egy kicsit, de egy alkotmánymódosítás az csak egy alkotmánymódosítás, azt majd később valahogy lehet változtatni. Ha Ukrajna lemond egy területről hivatalosan, az nem egy visszavonható dolog. Tehát ha Ukrajna elfogadná, hogy jó, akkor a Krím, akkor az tényleg Oroszországhoz tartozik, és a Donetszki és Luhanszki népköztársaság akkor egyáltalán legyen független, azt soha, amíg világ a világ, nem lehet visszacsinálni. Egy alkotmánymódosítás ilyen szempontból egy reverzibilisebb dolog. Ami pedig a győzelmet illeti, szerintem ukrán oldalról önmagában az is győzelem, hogy az állam megmaradt, működőképes maradt, az ország működik, a hadsereg képes harcolni, tehát hogy nem semmisültek meg a legelején. És hogy láthatóan talán az orosz vezetés is mostanra már hátrább sorolta azt a célt, hogy megsemmisítsék őket. Tehát itt azt hiszem, hogy Ukrajna már azzal is győz, ha explicite nem veszít. Tehát, hogyha nem törik meg, ha nem hullik szét, ha nem vágják fel az országot egy darabra. Ez már önmagában ukrán győzelem. És lehetséges, hogy ennek az inverze megfogalmazható orosz irányban. Tehát, hogyha Oroszország nem ér el valami nagyon nagy győzelmet, mint amit reméltek elérni az első néhány napban, hogy nem tűzik ki Kijev tornyaira, Pecserszka Lavrára az orosz zászlót, ha ilyesmik,
Mert ha nem érnek el valami nagyon nagy győzelmet, akkor pláne a tényleg egészen elképesztő elszigetelődés és gazdasági károk, és ennek majd a még most kezdődő kumulatív hatásai tükrében, tehát ha nincs valami nagyon nagy győzelem, akkor veszít, és biztosan veszít. Tehát ilyen szempontból ez elég aggasztó egyébként, mert ez egy olyan kalkulusz, ami feltétlenül nem a megfontoltság irányába tolja az olasz vezetést. Ezért kérdés az bennem, hogy mit jelent majd például az oroszoknak a győzelem, és itt az orosz hatalmat értem megint csak, és hogy lehet-e, tudják-e ezt úgy fordítani, hogy egy viszonylag kis győzelem is nagynak tűnjön belül, mert felvetődik bennem, és ezek megint vélemények. Egy Oroszországban született amerikai újságírónő, Julia Joffa, néhány nappal ezelőtt jelent meg vele egy beszélgetés, aki Putyin személyét elemzi meg azt, hogy ez az egész döntési folyamat hogyan alakulhatott, és hogy az ő benyomása és a véleménye az, hogy Putyin nem tud veszteni, és nem is fog veszteni, szóval, hogy ő elmegy addig, hogy olyan nincs, hogy az ő szemében, akár a saját népét is áldozva. Az egykori, Putyin egykori, bocsánat, külügyminisztere, és a neve nem jut eszembe. Andrei Kozirjev. És hogy ő is azt írja, hogy itt nem arról van szó, hogy elment az esze, hanem hogy nagyon hideg és nagyon tudatos és számító, de morálisan nyilván vállalhatatlan. Vagyis, hogy és akkor mindezt figyelembe véve, meg a célt és a győzelem lehetőségét figyelembe véve, és azt, amit ők mondanak, hogyha nyugat tárgyalgatni kezd és beszélgetni Putyinnal, akkor azt ő gyengeségnek tartja. Miközben most ez történik, a nyugat-európai vezetők tárgyalnak vele. Szóval, hogy ez most gyengeség, győzelem felé visz. Mit láttok ebben a mátrixban? Hát, hogyha tárgyalnak vele, nyilván nem tudom pontosan, miről tárgyalnak, de nekem az a benyomásom a kiszivárgó hírekből ítélve, hogy hát ezek a tárgyalások a fegyverszünet érdekében folyó tárgyalások. Tehát nem a politikai rendezés és a béke. Tehát itt nem egy tartós rendezés érdekében folyik a kapcsolatfelvétel, hanem ezt az infernális helyzetet akarják, ezt a pokoli helyzetet akarják minél gyorsabban lezárni. Szerintem egyelőre erről van szó, és ebből talán nehéz azt a következtetést levonni, hogy ez a gyengeség jele lenne a nyugat részéről. Nem. Ez megint csak egy kiállás és segítése az ukránoknak, hogy az ő közvetítésükkel, az ő nyomásukkal, aminek lehet, hogy már az értéke nagyon kicsi Putyin számára, de mégis szerintem ez ezt a célt szolgálja. Én nem gyengeséget tulajdonítanék ennek, vagy látnék ebbe a történetbe. Ugye hozzá kell tenni azt is, hogy a nyugat azért tanul. Tehát ugye Oroszországot lehet kritizálni azért, mert miközben zajlanak a fegyverszünetről szóló háttértárgyalások, zavartalanul mennek a harccselekmények tovább, a nyugat pontosan ugyanezt csinálja. Tehát nyugati vezetők tárgyalnak Putyinnal, de most már megtanultuk azt, hogy a tárgyalás időtartamára sem szüneteltetjük például a fegyverszállításokat. Tehát, hogy azért a 2014-15-höz képest, amikor a nyugat tényleg itt tágra nyílt szemekkel csodálkozott, hogy létezik az, hogy egy orosz elnök nyilvánosan hazudik, hát ez teljesen példátlan. Lásd ugye a Krím eset, ahol általában nem voltak orosz katonák. Tehát ehhez képest azért nagyon sokat tanultuk. Tehát ha úgy tetszik, akkor a nyugat kezdi kiismerni ezt az orosz ellenfelet. Kezdi kiismerni azt a fajta gátlástalanságot, ami a háború elején 8 évvel ezelőtt elképesztő hatékony eszköz volt Oroszország kezében. Most már ez nem működik, vagy sokkal kevésbé. Úgyhogy, és én megerősítem tényleg, tehát, hogy nem béketárgyalásokról van szó, a Scholz kancellár és Macron elnök sem azért telefonált Putyinnak tegnap, hogy békéről egyeztessen, hanem csak egy azonnali fegyverszünetet próbálnának elérni. Tehát a politikai rendezés, a béke azért sokkal későbbi történet. Közben olvasok kérdéseket, és ha nem bánjátok, akkor innen fel is teszek a chatből, hogy és elismerik a semlegességet, akkor az oroszok feladják Donbászt és a Krímet. Nem. Ugye a Krím az, ugye orosz jogrendszer szerint az Oroszországi Föderáció részévé vált. Tehát nem olyan terület, ahol orosz békefenntartók vannak, nem oroszok által megszállt terület, nem egy ilyen kvázi, vagy nem egy ilyen korlátozott háború, mint amely Donbassban volt 22-ig, hanem orosz jog szerint a föderáció része, egy két föderatív szubjektumként, Krími köztársaság és Szevasztopol szövetségi elnökségi város. Ezt nem lehet visszavonni.
Tehát nem lehet azt mondani, hogy ez a belföldi öngyilkosság, hogy ja, bocs, akkor mégsem. Akkor ezt a két-két dolgot, hogy levágnánk a federáció részére, tehát ilyen biztosan nem lesz. És hasonló a helyzet a Donbasszal is. Ugye miután aláírták és hatályba lépett a két szakadár köztársaság idézőjeles függetlenségének orosz elismerése, ugye 2022. február 21-én, a függetlenség elismerése sem olyan, amit vissza lehet vonni. Tehát különösen akkor nem, hogy az adott ország kezdte ezt a dolgot. Én arra számítok, hogy ugyanaz fog megismétlődni hosszú távon, mint ami Grúzia esetében is. Tehát, hogy Oroszország elismerte Abházia és Dél-Oszétia két grúz szakadár terület függetlenségét. Még néhány másik terület ország ezt elismerte, de az ENSZ tagállamok nagy többsége nem. Tehát, hogy egy ilyen részleges, alacsony szintű elismertsége lesz Donyeck és Luhansk függetlenségének, de nem lesznek ebből normális független országok, hogy ENSZ tagállamok. De Oroszország ismétlen nem tud lemondani Donyeck és Luhansk elismerésével. Ez már megtörtént, tehát nem vonható vissza. De ugyanez érvényes az ukrán oldalra is. Tehát, hogyha a Zelenszkijék maradnak, akkor ők nem köthetnek olyan megállapodást, amiben de jure elismerik a Krím Oroszországhoz tartozását, illetve elismerik független államokként ezt a két szakadár területet, amit itt február derekán ugye kinyilvánított Oroszország. Egyébként, hogy ezzel a Krímmel nincs minden rendben, ezt mi sem mutatja jobban, hogy Oroszország négy legszorosabb szövetségese, azok az államok, amelyek Oroszországon kívül tagjai az Eurázsiai Gazdasági Szövetségnek, tehát Kazaksztán, Belarus, Örményország és Kirgizisztán, egyik sem ismerte el máig a Krím Oroszországhoz tartozását. A belarusz nagyfőnök egy ideig szóban tett ilyen gesztusokat, de ennek hivatalos elismerése máig nem történt meg. Egyébként Kína sem ismerte el. És az is nagyon sokat elárul, hogy miután itt február 21-én megtörtént az ő szuverenitásuk, már ennek a két keleti területnek szuverén államként való elismerése, nyilatkozott a kazak külügyminiszter, és azt mondta, hogy nem tartják indokoltnak, hogy ezt a példát kövessék, tehát az orosz példát kövessék, illetve ők messze menően tartják magukat az ENSZ alapokmányához. Tehát, hogy igen, az fog történni, hogy néhány kis mikroállam majd kinyilvánítja azt, amit Oroszország kinyilvánított, de hát a nemzetközi közösség számára ezek nem Oroszországhoz tartott. Tehát de facto Oroszország részei lesznek, és nem tudjuk, hogy ez a de facto állapot meddig áll fönn, de jóre nyilván a nemzetközi közösség nem ismeri. Egy kicsit arra fog emlékeztetni, mint ami a Baltikummal történt. Ugye 1940 nyarán lényegében annektálta Putyin szép kifejezésével élve egyik történeti dolgozatában, sokat törhette a fejét, azt a igét találta, hogy inkorporálta ezt a három kis országot a Szovjetunióban. Az Egyesült Államok egészen 1991. szeptemberig, amíg vissza nem nyerték függetlenségüket, nem ismerte el a Szovjetunió részeként. Ettől függetlenül az Egyesült Államok ugye együttműködött a Szovjetunióval, de jogilag például a három balti állam, amely két világháború között önálló köztársaságként létezett, annak annexióját nem ismeri el. Tehát itt is valószínűleg évtizedekre nyúló de facto helyzet alakul ki, anélkül, hogy már amennyiben nem egy báb kormány lesz, de hát ha egy báb kormány ismeri el de jure, ez ugye mindig, ahogy az András korábban is említette, hát ez azért politikailag később mindig probléma, és egy ilyen gyenge láncszem lesz ebben a történetben. Mind a ketten említettétek már, Zoltán, te egy kicsit bővebben azt, hogy ezeknek a szankcióknak milyen hatása van a Oroszországon belül meg kívül, és hogyha az orosz vezetők ezt tényleg érzékelik és látják, hogy ezek a szankciók romba fogják, vagy tudják dönteni az országot. A kérdés az, hogy egyébként romba tudják-e dönteni, ez az első kérdés, és mármint gazdaságilag. És hogy akkor mekkora esélye van annak, hogy akkor pont ezért esetleg mégiscsak eszkalálódik ez a háború, és tovább megy, és a nyugat felé. Nyilván a szónak abban az értelmében, hogy romba dől, tehát szankciók azért romba nem tudnak dönteni országot, lásd Észak-Koreát, vagy lásd Iránt, de például abban az esetben, hogyha sikerül az az elképzelés, hogy Európának, Közép- és Nyugat-Európának az orosz szénhidrogénről mondjuk a következő egy-másfél évben sikerül leválnia, vagy jelentős mértékben leválnia,
és nem csak leválás történik, de elkezdődik egy ilyen embargós politika. Egyébként megoldható, tehát szakértők azt mondják, hogy még a gáz esetében is egy másfél éves perspektívában ez a dolog azért megoldható. Tehát, hogy, mert most ugye mi a probléma? A probléma az, hogy a nemzetközi tartalékok, amit 643 milliárdra pumpáltak föl, ez abszolút történelmi csúcs, szóval ezeknek a tartalékoknak valamivel több mint a felét hozzáférhetetlenné tették az oroszoknak, a másik felének körbe a fele meg monetáris arany, amivel nem nagyon tudnak mit kezdeni. De hát, hogyha ilyen magasan megy, és tart áll a kőolajára, hát a petrodollárok azok jönnek, és hát pótolják ezt a dolgot, és ezért vannak mértékadó vezető közgazdászok, akik azt mondják, hogy hát a nyugat miért finanszírozza ezt a háborús helyzetet ezen keresztül. Tehát nyilván ez nagyon érzékeny lenne. Tehát a szénhidrogén exportnak a korlátozása vagy bojkotja, amit bizonyos esetben, mondjuk Európa esetében, a földgáz esetében nyilván rövid távon nem megoldható, de nem, tehát nem évtizedekről van szó, itt egy másfél éves perspektívákról beszélünk, tehát ennek komoly hatása lehet. A háború előtt az volt a feltételezés vagy prognózis, hogy az orosz gazdaság növekedése 1,5%-os lesz idén. Tavaly közel 4%-os volt, de az azt megelőző 4%-os Covid év után ugrott nagyot a gazdaság, tehát ez ne tévesszen meg senkit. A 1,5% az egy ilyen, hát hogy is mondjam, 2014-től egy ilyen megszokott növekedési ütem. És néhány befektetési bank már végzett számításokat az első két hét után, hogy most már a szankciók nyomán mi az, ami valószínű bekövetkezik ebben az évben, és 7-9%-os recessziót valószínűsítenek, de mindegyik megjegyzi, hogy ez a pillanatnyi helyzetben prognosztizálható visszaesés, és hogyha itt a dolgok bővülnek, akkor könnyen kétszámjegyű lehet ez a visszaesés. Tehát én azt gondolom, hogy ez probléma, mert hogy 2014-től a reáljövedelmek folyamatosan csökkennek, tehát így 8 év telt el úgy, ráadásul az előző időszakban a rendszer nagyon figyelt arra, hogy még gazdasági lassú növekedésnél is a növekedés, tehát a GDP növekedést meghaladó ütemben nőjön a reálbér, 2014-től ezt nem tudja megtenni. És ugye ez az, amit szokás emlegetni ilyen képszerűen, hogy a hűtőszekrény és a televízió vitáját egyre inkább a hűtőszekrény kezdi megnyerni. Tehát, hogy, és ezt lehet látni egyébként azokból a mérésekből, hogy például a szociálpolitikai meg gazdasági kérdésekben többségben vannak azok, már a háború előtt is többségben voltak, akik nem hisznek a tévének. Tehát mert a saját helyzetükből látják, hogy mi a szituáció. De nem semképpen nem apokaliptikus képet akarok felrajzolni, de például azt lehet látni, hogy bizonyos iparágak lehet, hogy néhány hónap alatt a szemünk elett omlanak össze. Ugye az egyik ugye a légiforgalom. Ugye kitiltották az orosz gépeket az európai légtérből. Nem sikerült a saját személyszállítógép program, ez a Superjet 100, vagy valahogy így hívták volna, valahogy a légitársaságaik nem nagyon vásárolnak. Airbusok és Boeingek vannak leasingelve a légitársaságoknál. Ezek részben szeretnék visszarendelni, az oroszok valószínűleg államosítani fogják, de ez egy sajátos kannibalizmust fog szülni már 3-4-5 hónapon belül, mert nem kapnak pótalkatrészt. És ha nem kapnak pótalkatrészt, akkor pillanatokon belül az a helyzet alakul ki, hogy van egy 17 millió négyzetkilométeres ország, és nem csak külföldre nem tud repülni, hanem otthon is megszűnik. És az iparág, a benne dolgozók, nem tudom, mit fognak csinálni. Ezen a héten volt, hogy Kína bejelentette, hogy a hiányzó repülőgép alkatrészeket nem fogja Oroszországnak szállítani. Tehát, hogy csak egy példát említsek, vagy egy másikat, hogy ugyancsak Dmitri Muratovval készített interjúban, ma megnézett nagyon érdekes interjúban, ő arra utal, hogy orvosbarátaival tárgyalt, és hát a fogorvoslás az teljesen ellehetetlenül, vagy a szovjet korszak körülményei közé zuhan vissza, mert mind az eszközök, mind az, amit a fogászatban használni kell, az szinte kivétel nélkül nyugatról származik. Ugyanezt mondta el a legkülönböző protézisekről. Pillanatok alatt összeomlik az a fajta helyzet, hogy bárkinek bármit be kell ültetni,
ehhez se a kínai, se a hazai gyártásúak nem felelnek meg. Tehát, hogy csak ilyen kis példákat említ az ember, abból is lehet látni, hogy itt nem egyszerűen egy gazdasági, hanem egy civilizatórikus elszigetelése történik Oroszországnak, amire biztos lesznek területek, hogy tud valamiféle reakcióval kiváltani ezt, azt, amazt, de hát összességében a tőkétől, a fejlett technológiától, még a háború előtt a Kamaz vezérigazgatója nyilatkozta, hogy a bizonyos csippeket nem kapnak meg, az Campez Dolores. Tehát, hogy annyira integrálódott a teherautógyártás a globális folyamatokban, hogyha ezek nem jönnek be, hát a folyamat leáll. Tehát, hogy igazán szerintem a következő hetek és hónapok mutatják meg a méretét ennek a csak a gazdasági vonatkozásait, mert más vonatkozások azok hosszabban elhúzódóan fognak jelen lenni. Ugye egy kérdés második felére válaszolva, ugye egy gazdasági visszaesésből, egy elszigetelődésből vissza lehet jönni. Hosszú idő, de elméletileg lehetséges. Ha viszont az történne, amit a kérdező javasol, vagy felvet, hogy nekiugranak a nyugatnak, egy NATO elleni háború az öngyilkosság, pont. Tehát ezt az orosz elit pontosan tudja. Tehát egyszerűen a számok, erőforrások tekintetében a NATO annyival erősebb, hogy nagyon-nagyon valószínűtlennek tartom, hogy az orosz elit felvállalna egy NATO elleni konfrontációt. Tehát nem látom azt a logikai látszat, hogy ha most súlyos gazdasági gondjaink vannak, akkor még elkövetjük az öngyilkosságnak egy kifejezetten fájdalmas formáját is, mert akkor legalább a gazdaságban mehet nem fognak fájni. Tehát, hogy egy orosz elit az nem így működik. Meg egyetlen semmilyen más elit sem. Tehát a legvégén azért a mindenféle gondolati, adott esetben pszichés, meg ilyen történeti jellegű fókuszú esetleges torzulások ellenére is, az elit egésze azért racionális, és különösen a katonai elit. És ugye szoktuk azt mondani, hogy az orosz döntéshozatal különösen háború idején egy ilyen végtelenül biztonságiasított a katonai logika által dominált döntéshozatal. Ugye ez magyarázza azt, hogy elindították a háborút annak ellenére, hogy sejtették, hogy súlyos gazdasági nehézségek lesznek, bár nem sejtették, hogy ennyire súlyos. Na most ennek a katonai logika dominanciájának egyébként paradox módon előnye is van. Tehát amíg a katonai logika dominál, addig pontosan tudják, hogy egy NATO elleni támadás mivel járna. És nem fogják megbírni. Tehát a katonai felsővezetés az azért tényleg rendes ranglétrát végigjárt, vezérkari tanfolyamot végzett, konkrét harci tapasztalatokkal rendelkező, mert Ukrajna, mert Szíria, mert Líbia, meg akármi. Tehát tényleg jéghideg profikból áll. Ők pontosan tudják, hogy még ha az elnök felül esetleg érkezne is ilyen típusú utasítás, hogy ennek a végrehajtása az mivel járna. Tehát én nem tartok attól, hogy itt az ukrajnai kudarc vagy a siker hiánya esetén ilyen kompenzációként nekiugnának a NATO-nak, nem lesz ilyen. És, bocsánat, csak ehhez egy rövid gazdasági hozzáfűzést, hogy hát nominális értéken az orosz GDP az 1700 milliárd dollár, az amerikai 22 ezer, vagy másképpen 22 billió, de azért használom a 22 ezeret, hogy könnyebb legyen összehasonlítani. Tehát egy 1700 milliárdos gazdaságára szemben egy 22 ezer milliárdossal. És ugye megnézzük, hogy nominálisan a világ 10 legnagyobb gazdasága mely országokból áll, akkor onnan Kínát és Indiát lehet kivinni, az összes többi az Egyesült Államok szoros szövetségese. Tehát, hogy nem csak katonai értelemben, de hát a mögötte lévő gazdasági erő tekintetében is, hát Oroszország, hát ha öngyilkos akar lenni, akkor ezt az utat választja, de hát nem hiszem én sem, hogy öngyilkos akarna lenni. Viszont azért mégis itt van az az érzés, vagy lehetőség, hogy azért mégis csak, hogy eszkalálódhat ez a háború, és értem, hogy logikusan nem, inkább minden, ami van, az fenyegetés, de véletlenül igen, lehet, András? Kizárod? Tehát, hogy... Az előző logikát folytatnám. Katonai vezetések között működnek úgynevezett deeszkalációs csatornák, forró drótok, ha úgy tetszik. Ez a kubai rakétaválság idején egy konkrét telefonzsinór volt, ugye Washingtontól Moszkváig, ma a technológiai picikét szerencsére előrelépett, tehát megvannak ezek a forró drótok. Hogyha a nem kívánt incidens történik, mert emberi hiba,
valaki benéz valamit, valaki összekever egy NATO repülőgépet egy ukrán repülőgéppel, vagy technológiai hiba történik, véletlen rakétaindítás. Az útvonalláról letérő rakéta, ami mondjuk valahol máshova csapódik be, mondjuk NATO területe. Ilyen esetekre megvan, van egy deeszkaláció, sőt igazából több deeszkalációs csatorna is van. Tehát lehet szólni a másik oldalnak, hogy nyugi, ez nem az. Stand down, nem támadunk itt. A Zágrábban lezuhant felderítő drón, amire állítólag bomba is volt szereve, vagy legalábbis robbanó szerkezet is volt szereve, vagy nem tudom, ez már azt sem tudom, hogy ez dezinformáció, de ilyen szempontból ez ennek így van jelentősége, vagy ez mi a jelentősége ennek? Ugye a Magyar Honvédség azt kérte, hogy a honvédség műveleteire és működésére senki nem nagyon rosszul meg információt tekintette a szomszédban zajló háborúra, én maradnék ennél, ami a magyar reakció illeti. Maga a drón, ez ugye, ezt nem úgy képzeljük el, mint egy modern drónt. Tehát ugye ez egy szovjet technológiával készült, tényleg irdatlan méretű szerkezet. Tehát tényleg csak, hogy a méreteit érzékeljük, ez a drónnak nevezett repülőeszköz, ez 14 méter hosszú és 6 tonna. Tehát ez gyakorlatilag egy repülőgép. És a legújabb példányai is több mint 30 évesek. Tehát itt valószínűleg az történt, hogy ezeket kivonták a forgalomból szövetünk a széthullása után, de Ukrajna a Krímfélsziget orosz megszállás után reaktiválta megmaradt példányokat, időről időre hajtanak végre vele felderítő repüléseket. És hát tényleg 30 éves technológia, teljesen analóg, meg hát valószínűleg 90-es években az ukrán karbantartás sem állt a helyzet magaslatán, hiszen az eszköz ugye ki volt vonva a forgalomból, vagy a szolgálatból, tehát azt tűnik valószínűnek, hogy itt egyszer ez a vas meghibásodott. És jó onnantól repült addig, amíg volt benne. Ez üzemanyag ugye nagyjából 1000 km hatótávolsága, kifogyott, lepottyant. Tehát, hogy itt ez nem egy, és mivel ukrán oldalról indult, ugye egyszer lezuhanás helyéből kiszámolható az 1000 km-es hatótávolság révén, hogy biztosan nem orosz területről indult, Belarusból elvileg indulhatott volna, de a repülési útvonal meg azt, hogy áthaladt a román légtéren, ez ugye azt mutatja, hogy nem Belarusból jött, hanem Ukrajnából valahonnan Vinyica környékéről. Tehát erre a konkrét esetre a NATO-orosz deeszkalációs csatorna nem releváns, hiszen itt nem egy orosz indításról szólt a dolog. Ha egy hasonló helyzet történne, mondjuk egy orosz Kaliber robotrepülőgép letér a pályáról, és Nyugat-Ukrajna egy célpont helyett Lengyelországban talál el valamit. Na erre való egy deeszkalációs csatorna, és ezek működnek. Olyan, hogy véletlenül leszkalálódna ez a konfliktus, ilyen én szerintem nem lesz. Most nyilván mindenki túlórázik ebben a szakmában, de ezzel együtt tényleg a katonai vezetések profizmusa az furcsa módon jelent egyfajta biztonsági garanciát. Nem is biztonsági, de mondjuk túlélési garanciát. Még van pár kérdésem is, hogyha nem bánjátok, akkor még egy pár percet szálljunk rá, hogyha oké nektek is. Az egyik, hogy Magyarország politikája mit hoz és mit visz az egyik és a másik oldalon, és politikai értelemben azt hiszem, hogy nem, hogy értjük. De katonai értelemben, András, mit hoz és mit visz? Igen, elnémítottál. Megvan, most elvileg működik. Igen. Hallani? Igen. Jó, hát figyelj, én erre ugyanazt mondanám, mint az előzőnél. Most az a kérés, hogy a honvédség kívül Magyarország katonapolitikáját ne nagyon kommentálja más, úgyhogy én most maradnék ennél, ez egy háborús helyzet, mindenkinek megértését kérem, ez van. Értem. Köszönöm. Ami még nem került szóba, de ami fontos szempont lehet Putyin jövőjét illetően is, meg a mi jövőnket illetően is, az az orosz elit és az orosz emberek. Ki az orosz elit most? És mekkora ereje és hatása van? A gazdasági részét értem, végig beszéltük, de mi az, amit nekünk meg kellene értenünk abból az orosz néplélekből, nem tudom másképp fogalmazni, Zoltán, ami szerinted? Hát nyilván van egy hatalmi elit, amelyikben mondjuk a demokrácia díszletei is egyre
hát egyre szegényesebbek, tehát a parlament és a törvényhozás az teljes egészében a végrehajtó hatalomnak alárendelve működik. Ha visszatekintünk 2021. januárjára, amikor Navalnyi visszatért, és 16-án rögtön lefogták, és elkezdődnek azok a tisztogatások, illetve ilyen szőnyegbombázás-szerű felszámolás, amik függetlennek tekintett sajtó és NGO-kkal szemben, ami közvetlenül a háború előtt részben még decemberben a Memorial, a legtekintélyesebb NGO bezárásával, illetve közvetlenül a háború időszakában ugye a Dosd, illetve a Dosd TV, illetve a Echo Moszkvi rádiócsatorna lekapcsolásával, tehát akkor értelmet nyer, tehát hogy azért kellett ez a belpolitikai tisztogatás, ahol egyébként reális politikai kihívó már nem nagyon akadt, mert hogy a parlamentbe beengedett pártok azok lényegében ilyen domestikált, a végrehajtó hatalommal együttműködő pártok. A rendszeren kívüli ellenzéket pedig hát a Navalnyi korrupcióellenes hálózatának felszámolásával lényegében felperzselték. Tehát ilyen értelemben a hatalom a gyakorlati értelemben egy nagyon szűk kör kezében van, és nem feltétlenül a Nemzetbiztonsági Tanács, hanem nyilván itt ilyen informális érintkezések és szereplők is lehetnek, akikre jobban hallgat a Putyin, anélkül, hogy valamilyen közhatalmi funkciója lenne. És hát ezen a szűk hatalmi eliten kívül, ami még egyszer mondom, maga alá gyűrte teljes egészében a képviseleti rendszert, a törvényhozást, nyilván van egy üzleti vagy gazdasági elit, ahol van egy első generációs 90-es években vagyonhoz jutó csoport, és van egy második generációs. A második generációs az, hát azok abszolút a központi politikai akarat teremtményei, tehát Putyin környezetéhez, korábbi életének környezetéhez tartozó emberek, tehát egy Kimcsenko, egy Kovalcsuk, Rottenberg testvérek, tehát azért vagyonosak, mert hogy hát ezek az orosz mészáros lőrincek, tehát hogy ezek lényegében azért léteznek, mert a központi politikai akarat úgy gondolja, hogy ezek úgy nézzenek ki, mint vagyonos emberek, de hát a politikának, a hatalomnak kiszolgáltatva léteznek. Nyilván tőlük elvárni azt, hogy bármiféle ellenerőt vagy ellensúlyt képezzenek, nehéz. A másik csoport, tehát ahová mondjuk olyanok tartoznak, mint Friedman, ugye az Alfa csoportnak a vezetője, vagy Vagit Perov, a Magyarországon is működő Lukoynak az első embere, vagy Abramovics, és még hát néhány embert lehetne mondani. Ezek egy része ugyan, vagy Deripaska, hát néhányan megszólaltak ugyan, mert ezek sokkal jobban integráltak a világgazdaságba, és rögtön érezték, hogy mit jelent mindaz, ami már eddig is történt. Na de hát ők vannak-e olyan helyzetben, hogy egyáltalán érintkezzenek még mindig Putyinnal? Szerintem egyre kevésbé, még szerintem ez Abramovicsra is igaz. És egyébként van itt egy nagyon érdekes dolog, amit talán érdemes ezzel összefüggésben megemlíteni, hogy ugye ezek a jachtok lefoglalása, hogy milyen szűk körben születhetett a végső döntés február 24-e tekintetében. Hamburgból Putyin jachtját a háború előtt Sebellóval visszahozzák, de Medvegyev hajóját, még valakiét, valahová föl is írtam magamnak, hogy ki volt még, Usmanovnak, aki egy ilyen első generációs oligarchának számít, és még néhány elvileg a szűkörhöz tartozó, hát Medvegyev mégiscsak 4 éven keresztül államfő volt, miniszterelnök volt, most a Nemzetbiztonsági Tanács hát második embere, vagy bizonyos értelemben igen, mert hogyha az elnök az első embere, ő a második, és a Patrusev, mint titkár, az operatív vezető. Szóval, hogyha ő nem tudta ezt a történetet, és a hajója kimaradt, szóval, hogy ez tehát azt akarom mondani, hogy nagyon szűk embert, nagyon szűk az a kör, akik magához enged Putyin, és azok az emberek az üzleti elitből, akiknek a kezében lenne erőforrás arra, hogy mondjuk Putyinnal szembeforduljanak, hát nem tudom, hogy tudnak-e olyan helyzetet teremteni, hogy ez a szembefordulás hatékony legyen. Úgyhogy itt ez a probléma. És akkor csak ismételni tudom magam, hogy mindezek mellett a társadalom reakciója fontos, a társadalom egy része, a nagyvárosokban élők,
nyelveket beszélők nyilván már régóta tisztában vannak a putyini rendszer természetével, és hát van egy nem jelentéktelen része, valószínűleg messze nem olyan arányú része, mint ahogy a közeli kutatások szokták ezt mutatni, de hát azért a társadalom harmada, 30-40%-a valószínűleg továbbra is Putyin hívő, mert hogy egy ilyen információs buborékba tudják őket tartani. Mikor hashat fel ez a buborék? Nem tudjuk, és milyen reakcióval jár. Ugye 17-ben, amikor februárban kitört a februári forradalom, akkor a kenyérhiány miatt tüntető nők belőtt akarhatalom, és elszabadulnak a dolgok. Hát a forradalmakat az soha nem lehet előre jelezni. Ez. A társadalomtudománynak erre nincsenek eszközei, és hát az se biztos, hogy itt forradalommal kell kalkulálni. Azért a 20. század elején azok, akik vállalták a forradalmat, illetve később a polgárháborút, azoknak az embereknek messze nem volt olyan vesztenivalója, mint mondjuk annak a középosztálynak, amely mondjuk motorja lehetne egy ilyen politikai szembenállásnak. Tehát, hogy az élet kockáztatása az mást jelent a 20. század elején azoknál az embereknél, akik ezt végigviszik, mint mondjuk a 21. században, épp azoknál, akik a nem túl széles orosz középosztályt, így a legkreatívabb, legattraktívabb részét, és politikailag leginkább kritikus részét képviseli, merik ezt vállalni. Ugye más mércével kell ehhez a két korhoz viszonyulnunk, azt hiszem. Igen, köszönöm. András? A kérdések kapcsán még az orosz elitről betettem linkbe a Financial Times-nek egy teljesen friss cikkét, és ugye a Financial Times-nek egy ilyen apró, kedves, de nagyon hasznos gesztus, hogy most nincs payroll. Tehát, hogy az orosz-ukrán háborúval kapcsolatos minden cikket mindjárt lehet olvasni, ezt tényleg mindenkinek ajánlom, tehát egy nagyon jó áttekintés. Van egy ilyen kérdés, hogy ez az orosz elit mennyi embert jelent, több ezeret vagy többet? Hát itt ugye számít az, hogy mit tekintünk elitnek pontosan, tehát mondjuk az erőszakszervezeti elitet beleszámítjuk-e, szerintem bele kell, de mondjuk, hogy milyen rendfokozatig. Csak két csillagos tábornok, vagy már egy csillagos dandártábornok is számít, vagy egy ezredes, aki mondjuk helyi szinten rendőrparancsnokként már lehet nagyon súlyos, nagyon komoly hatalmi tényező, tehát egy csomóféle definíció van, és ugye ott az örök kérdés, mi a helyzet a családtagokkal, gyermekekkel, sógorokkal, mindenféle bizalmi emberekkel, aki formálisan nem kötődik, csak mondjuk ugyanabból a faluból származik, ugye ilyet lehet máshol is látni, tehát hogy az, hogy ezeket az elit részének tekintjük-e, ez tízezeres nagyságrend. Legalább tízezeres nagyságrend, de definíciótól függően felmegy százezeres nagyságrendig is. Hát tényleg az egy 140 plusz milliós országról beszélünk. Ez egy tág elit, és a gazdasági elitnél is, hogy pontosan hol határozzuk meg, hogy mennyire kell ahhoz gazdagnak lenni, hogy valaki az elitbe tartozzon, azért van egy orosz felső középosztály is. Szűk, de létezik. Tehát, hogy ez azért egy elég tágkör. Ennyi csak. És nem tudom kiadni a kérdést, hogy van-e adatotok, vagy bármilyen ismeretetek arra, hogy hány ember távozhatott az Oroszországból az elmúlt néhány évben, addig, amíg tudott, mondjuk repülővel, vagy bármivel? Hát nekem a legfrissebb adatok nem állnak rendelkezésre, de talán orientáló lehet, hogy 2014 előtt, akik az emigrációt választották, az elég standard 40 ezer volt évről évre, és akkor 2014-ben a krími történet, és hogy involválódik ebbe Oroszország, rögtön fölfut 300 ezerre, következő év 350, következő év 420, tehát ezeket az embereket ne úgy képzeljük el, hogy ezek politikai konfliktusba kerülnek a rendszerrel, hanem ezek az emberek döntő többségben azok, akik perspektíva vesztetnek tartják az országot. Tehát azt mondják, hogy a legkülönbözőbb területen, mondjuk kutatóként, hogy ő nem akar ilyen zárt vagy egyre zártabb világban élni. Tehát nő, és hát gondolom, hogy akik, ugye autokráciáknak a nyílt diktatúrákkal szemben van két szabadsága. Az egyik a szakítás joga, a másik pedig hogy a hivatalostól eltérő vélemény automatikusan nem szorul
illegalitásba. Tehát ha más a véleményed, mint a hivatalos, akkor nem szamizdatban, meg tamizdatban publikálhatod, hanem vannak még felületek. Ez egyébként nagyon beszűkült most Oroszországban, drámaian beszűkült. De például a szakítás joga, hogy azt mondta, hogy eddig fiúk, s ne tovább, és én elmegyek, azt még nem zárták le. De az is megtörténhet, hogyha itt esetleg ez a évi 400-500 ezres szám hirtelen megugrana, és egyáltalán nem tartom kizártnak, hogy ez megpróbál megugrani. Persze itt az is kérdés, hogy a nyugat, vagy ahová menni akar, de például érdekes, hogy mennek a szovjet belső perifériára, tehát Kazaksztánba, Kirgiziába, tehát még az orosz viszonyokhoz képest jóval szegényebb országba is mennek, mert fullasztónak érzik sokan azt, ami Oroszországra vár, és ami már Oroszországban létrejött a hatalom működése miatt. Úgyhogy konkrét számmal nem tudok szolgálni, de szerintem biztos megdobja, hogy 14-ben nagyon lényegesen megdobta ezt a számot. Van egészen friss adat, vagy legalábbis forrás. Egy Konstantin Szonyin nevű orosz szociológus azt mondja, hogy 200 ezer plusz a háború kezdete óta. Tehát 18 napja. Igen, tehát hogy több mint 200 ezer ember. Csak Grúziába 25 ezeren mentek, ez grúz hivatalos adat, Örményországban 80 ezeren. Tele vannak az Isztambulba menő járatok, és nagyon sokan mennek egyébként még egy ok miatt, amit így Magyarországon kevésbé jut már az emberek eszébe, a kötelező katonai szolgálat veszélye. Tehát az orosz embervesztesség pótlására az egyik megoldás az, hogy részleges mozgósítást rendelnek el, behívják a tartalékosokat. És ennek nyilván az orosz férfi lakosság egy része nem akar részévé válni. Tehát hogy a fullasztó környezet és a gazdasági nehézség mellett az elől is menekülnek, hogy adott esetben háborúba kelljen menniük. Még a Levada központnak volt egy felmérése, ami február 17-e és 21-e közötti adatfelvételre alapult, tehát így még pont a háború előtt. Ez a mitől félnek az oroszok? Ezek mindig nagyon vidám témák, és második helyen lakos, egy több mint 50%-a félt a háború veszélyétől így általánosságban. És azért ebben az, hogy most persze nem mondjuk, hogy háború van, de valószínűleg nem nagyon van most arról Oroszországban, hogy ezt ne tudná. Tehát ez, hogy tényleg a lakosság több mint felében a top három félelemben benne van a háborútól való félelem, és az, hogy most van egy háború, és úgy egyébként van már szó mozgósítás lehetőségére, persze, hogy menekülnek. Hát én 3 évet éltem Finnországban, nagyon sok barátom van kint, én napi szintű kapcsolatban vagyunk, a Helsinki, vagy a Szentpétervár Helsinki vonatok tömve vannak, de hogy tényleg tömve. Amikor én jártam Helsinkiből Szentpéterváron, meg vissza, azért ezek elég szellős járatok voltak. És mióta nincs légiközlekedés, ugye Finnország felé is mennek. Tehát én hajlamos vagyok elhinni ezt a 200 000 plusz számot. Köszönöm. Egy utolsó kérdés mindkettőtökhöz, hogy mi lehet a legjobb kimenet ebből a háborúból a jelenlegi tudásotok alapján? A legjobb kimenet, hogy minél gyorsabban tűzszünet, és a tűzszünet prolongálása mellett kezdődjék meg a politikai tárgyalás, de ami nyilván, ha ez a forgatókönyv működne, hogy a felek hajlandóak tűzszünetet kötni és ezt betartani, akkor mindenképpen a pillanatnyi helyzetben a legjobb lenne, hogy lefogni a fegyvereket és a fegyverragadókat. Egyelőre ennek kicsi esélyét látom, és leginkább azt hiszem az orosz oldal miatt. Abszolút egyetértek. Tehát itt a legjobb kimenet az lenne, hogy mondjuk a jövő hét folyamán, ha tényleg megvalósul egy magas szintű találkozó, adott esetben akár Putyin és Zelenszkij között is, ugye ukrán oldal nagyon ravasz módon felmerült Jeruzsálem, mint helyszín. Jeruzsálem azért jó, mert Jeruzsálemben nem nagyon lehet nácizni. Tehát hogy ez egy olyan helyszín, ahol Putyinnak ezt az eszközt kivennék a kezéből. Tehát az ideális forgatókönyvnek azt látnám, hogy a két vezető magas szinten megállapodik, azonnali tűzszünet, a humanitárius válság kezelése megkezdődik, és akkor hosszú tárgyalások kezdődnek a politikai rendezésről, és ha már ábrándozunk, akkor talán Oroszországon belül is megindul a politikai változás. Nem demokratikus értelemben, de az eliten belül. Tehát meg számomra egy ilyen legjobb szenárió, így néz neki. Ha a tűzszünetet el lehetne érni, én már azon vagyok boldog ennek. Hát maradjunk ennél a pozitív végszónál, azzal kiegészítve, amit Zoltán mondott, hogy hát ha a hűtőszekrény is megszólal egyszer, ott, ahol nem az orosz elit tud megszólalni,
Én köszönöm nektek a beszélgetést, és szerintem még folytatjuk ezt nagyon-nagyon hamarosan. Azért maradjatok még itt velünk, viszont hadd térjek át picit más témára, nem más a téma, a menekültek segítésére. Részben kaptam levelet is azzal kapcsolatban, hogy elég áldatlan állapotok vannak itt ott, és hogy nem elég jól szervezett a menekültek segítése. Részben kaptam másfajta levelet is, hogy mondjuk a keleti pályaudvarban éppen mi zajlik, és mi történik most, és egyfelől Bátori Balázs, ha nem bánod, szívesen megszólítalak direktben, hogy mondd el, amit te felvetettél. És itt szálljunk egy 10 percet arra, hogy picit abban adjunk egymásnak ötleteket, meg gondolatokat, hogy mit tehetünk mi ebben a helyzetben. Sziasztok, nagyon szépen köszönöm, Györgyi. Én igazából, ha a Zoli András tanult kollégáknak van erről vélemény, azt nagyon szívesen meghallgatnám. Az én felvetésem az igazából az volt, hogy nem látok tisztán, leginkább azért, mert nem ismerem részletesen a mondjuk a lengyel, szlovák, román menekültügyi politikát, illetve magát ezt az egész logisztikát, ahogy szervezik, avagy nem szervezik. Viszont az általunk felkarolt, szállított, elszállásolt, vagy bármi más módon kapcsolatba került ukrán, nem feltétlen ukrán, de Ukrajnából menekültek kapcsán, igazából az a visszajelzés érkezik folyamatosan, hogy nagyon kiábrándultak a magyar ellátástalanságtól, tehát a civilek azok remekek, teát, kávét, vizet, néha még pokrócot és egyebeket, az tök cukin ad nekik mindenki, csak információt nem, és olyan jellegű segítséget, amit nyilvánvalóan egy jó logisztikával rendelkező szervezet, például egy állam, egy önkormányzat, egy ország, egy katonaság tudna jól megszervezni, azt nem kapnak. Tehát pénzt, megfelelő tájékoztatást, egyértelmű szállást, egyértelmű iránymutatást. Tehát a civilek tök cukik, csak szervezetlenül sok-sok szervezet szervez mindenfélét. És ugyanakkor ugye olvasom a különböző posztokat, hogy Lengyelországot ilyen mintaországként emelik ki néhányan, hogy de ott milyen szuper, mert ott a magánemberekhez helyezik el az embereket, nem is kell feltétlenül ilyen tábori dolgokat kialakítani. Viszont a lengyel barátaimtól látok olyan posztokat is, ahol pont az ellenkezőjét mondják, hogy az állam az lószart csinál, és csak és kizárólag a civilek tartják fenn ezt a jó imidzsét a lengyel menekült áradatkezelésnek. Ehhez még azt hozzátenném, hogy ugye jönnek azért azok a hírek is, hogy például Angliában fejenként x 100 euróval, vagy euróval, bocsánat, megbotlott a nyelvem, tehát fonttal támogatják azokat a családokat, akik befogadnak menekülteket, nyilván egy biztonsági ellenőrzést végeznek a befogadó családon és a befogadott menedékes menekült, vagy egyáltalán csak a Ukrajnából Angliába érkezetteket. Tehát én csak azt szeretném felvetni, hogy miért van az, hogy a magyar kormány kivonul ebből a dologból, miért van az, hogy a rendőröket, pici katasztrófa védelmet, és amúgy a civil, odarendel, aztán civilikre hagyja az igazából az egészen, holott egy ilyen áradatnak a megfelelő kezelése, azt gondolnám, hogy a katonaság tudná megfelelően elvégezni, hiszen annak van sátra, annak van pokroca, annak van logisztikája, és azokat a népeket, akik ott dolgoznak mondjuk logisztikán, erre képzik, hogy ilyeneket csináljanak. A szerencsétlen készenléti rendőrt feltételezem, hogy nem képezik arra, hogy ilyen helyzetet oldjon meg. Tehát ez nagyjából a felvetésem, tehát én két dologban szeretnék tisztán látni, és gondolom mások is esetleg, hogy a magyar oldalon ezt miért nem kezeljük jobban. Kettő, vajon más országokban itt a határ mentén lengyel, szlovák, román jobban csinálja, mint mi. És akkor ezt Andrástól és Bolitól kérdezzük.
Hát, György, ez már te szakmád, tehát utána attól kérdezett, akit dolog, én téged kérdeztelek pont ezért. Hát engem kérdeztem, jó. Akkor én viszont szívesen felteszem a kérdést Andrásnak, hogy van erről információd, és Zolinak is. Persze, az, hogy az összevetések, nyilván lehet összehasonlítások tenni, hogy Lengyelország vagy Románia hogyan kezel menekült áradatot, de néhány alapvető faktor azért különbözik. Tehát a lengyel társadalomban van egy történelmileg meglévő és az egymást követő lengyel kormányok által legalább 2004 óta, tehát az első Majdan óta folyamatosan erősített, nagyon erős szolidaritás Ukrajna irányában. Van de hasonló egymáshoz a két nyelv, fekete munkásokkal, meg ilyen 90 napos vízummal dolgozókkal együtt, nagyjából 2 millió lengyel dolgozott, vagy ukrán dolgozott a lengyel gazdaságban. A földrajzi környezet is kedvező, tehát átjárhatóbb a határszakasznak hosszabb is. Tehát lengyel oldalon egy elképesztő alulról szerveződő támogatottsága van annak, amit a kormányzat csinál. És a kormányzat egyébként, a lengyel kormányzat ebben nagyon keményen beleállt, EU-n belül is, NATO-n belül is, meg bilaterálisan is. A lengyel nyilvános adatok szerint 5 millió ember elhelyezésére készülnek. 5 millió. Tehát Lengyelország egy 40 milliós ország, ezt 5 milliót ezt így emészszük. Nyilván senki nem gondolja, hogy 5 millió embert rá lehet terhelni a civilekre. Tehát ez állami szerepvállalás nélkül elképzelhetetlen, és ott van nagyon komoly állami szerepvállalás, tényleg ennek van támogatottsága. Az orosz ellenes vagy fellépésnek is van támogatottsága. Lengyelország azt, hogy éppen tegnap vagy tegnap előtt szavazta meg, hogy a védelmi költségvetés 2-3%-ra emelik. Azért ezt ízlelgessük. Tehát egész Lengyelország erre a dologra, ha úgy tetszik, némi szlengel fogalmazva, bocsánat, fáradt vagyok, tehát hogy rápörög erre Lengyelország, ott ennek van alapja. A román eset annyiban speciálisabb, hogy sokkal kevésbé erősek a kulturális kapcsolatok, más ugye a nyelvi háttér, más a történelmi háttér. Ezzel együtt a román állam is nagyon aktívan benne van ebben. Ugye Románia már a háború kitörése előtte elkezdte felmérni például a rendelkezésre álló sportcsarnokokat és hasonlókat, hogy akkor pontosan hány embert hová lehet elhelyezni. Tehát ott is van egy erős román állami szerepvállalás, és ugye ott is nagyon aktívok a civil társadalom, civil szervezetek, tehát van egy jól működő összhang. Most az, hogy a magyar állam, ezt mondtam a kettő vezeti beszélgetésen is, van terv és kidolgozott eljárás arra, hogy elég nagy számú menekültet, tehát 150-es számú menekültet hova lehet elhelyezni. A kijelölt ellátóhelyek feltöltése zajlik is, de nyilván, tehát most annélkül belemennénk előrejelzésekbe, messze nem vagyunk ennek az egésznek a végén. Tehát itt a még ennél sokkal-sokkal több menekült fog érkezni Magyarországra is. És nyilván mindenhol lehet koordinációt javítani, ami például tapasztalati úton kijön, hogy a rendőrök nyelvtudásának hiánya az egy borzasztó nagy probléma. Tehát ez egy levonandó tanulság, hogy majd a rendőr képzésben mondjuk az angol nyelvtudást nem árt erősíteni, ez egy később sztori. És amit még ehhez mondanék, van némi saját segélyszervezet tapasztalatom, bár nyilván csak önkénteskedt, de mondjuk 10 éve, tehát ez már azért valamekkora múlt. Minden, tehát két-három fontos dolog. Egy, ami a legfontosabb, nem szabad belefáradni. Minden katasztrófa helyzetnél, minden válságnál van egy nagy társadalmi nekibuzdulás, hogy úristen, szegény szerencsétlenek, segítsünk rajtuk, de aztán jön a következő ügy, és egyszerűen máshova irányul a figyelem. Itt ebben az országban választás lesz, meg utána majd történik valami, viszont az ukrajnai válság az nem fog megoldódni. Tehát az első dolog, és ebben mint elitnek, azt hiszem, hogy felelősségünk van itt, mint résztvevőknek, hogy ébren tartsuk ezt a figyelmet. A másik dolog, felmérhetetlen mennyiségű pénzbe és erőforrásba kerül ez az egész. És egy csomó esetben, ami lehet, hogy az ember szubjektíven kevésnek érzi, meg szívesebben tenne többet, meg a saját egó szempontjából is jól esik oda menni és tolmácsolni néhány órát, de sok esetben az a leghatékonyabb, hogyha egyszerűen pénzzel segítünk azoknak a szervezeteknek, akiknek ez a szakmájuk. Tehát én nagyon hiszek a specializációban, a cipőmet sem magam csinálom, többnyire az automat se saját magam javítom, mert megbízok azokat, akik ehhez értenek. Lehetséges, hogy a menekültekből való gondoskodásnak is ez az egyik módja, hogy segíteni kell azoknak, akiknek ez a szakmájuk. Egyetlen kivétel van, a szállás. Semmiféle
közigazgatási rendszer nem tud felkészülni arra, hogy hetek alatt százezreket kell elszállásolni. By the way, a honvédség sátor nem sokat érnek ebben a történetben lévén, hogy tél van. Tehát, hogy nem lehet télen sátoroztatni embereket. Tehát fedett, fűtött szállás kell, vizes blokkok ilyenek. Amit én nagyon remélek, hogy előbb-utóbb eltanulunk például Romániától, hogy a stadionok és sportlétesítményeket lehet ilyenekre használni. De miért jobb egy sportlétesítmény, mint egy raktár? Mert van benne vizes blokk. Tehát, hogy le tudnak fülödni az emberek, meg van réci, meg ilyenek. De tényleg az, hogy amit most látunk az állami szerepvállalás szintje, ez ne vegyünk mérget arra, hogy ez mindvégén alacsony szintű marad. Tehát van ebben a rendszerben bőven tartalék, és szükség is lesz rá, mert tényleg sokkal többen fognak jönni, pláne így, hogy most már nyugodt Ukrajnát és támadások érik. Zoli, neked van ehhez hozzáférni? Ehhez aztán végig nem értek, úgyhogy... Nekem viszont van annyi, hogy jött visszajelzés arról, hogy hát igen, szóval, hogy elég alacsony szinten van, hogy finoman fogalmaztad a mondjuk a kormányzat, vagy az magyar állam szerepvállalása ebben. A keleti pályaudvar most az a fő terület, ahova érkeznek menekültek, és annyit hadd mondjak, hogy szükség van önkéntesekre. Még mindig szükség van önkéntesekre. Igen, van, aki már két hete vagy lassan három hete csinálja ezt, és kifárad nyilván. Tehát most új erőre, meg új energiákra lenne ott szükség, és szívesen küldök majd még listát arról, hogy mi mindenre van még szükség. És az a javaslata az egyik ott lévő valakinek, aki professzionálisan segít most már három hete, hogy ugyan lehet jelentkezni a szervezetek honlapján is erre, de ő azt javasolja, hogy menjetek oda, a keletibe, és regisztráljatok ott helyben, mert akkor jobban lehet tudni kezelni egy-egy beosztást. Nem kell arra számítani, hogy akkor azonnal az ember tud segíteni. Szükség van arra, hogy beosztás legyen. Nem elég mondjuk egy éjszaka, ami tegnap éjszaka is volt, 2-3 ember egy egész vonatnyi menekülthöz. Úgyhogy ebben légy szíves segítsetek, ha tudtok. És ezzel le is zárjuk a Facebook élőt. Köszönjük, hogy itt vagytok velünk, meg itt voltatok velünk. Jelentkezünk hamarosan, szerintem egy héten belül.